Szeretettel üdvözlök mindenkit a Dragon's Dogma 2 című játék következő epizódjában. Már is megyünk tovább a játékban, és megpróbáljuk felvenni a fonalat, hogy hol tartottunk. Most, hogy minden három lokációnál kiirtottad a szörnyeket, ideje Captain Brandnek jelenteni. De ez azért volt furi, mert oda mentünk Captain Brandhez. Jaj, Krisztusom! A tangámban, erre nem voltam felkészülve, ezt elfelejtettem. Oké, hát akkor menjünk. Azt a rohadt mindenit. Aha. Bocsánat, itt nem szabad lövöldözni a városban. Jézusom. A kis malac seggemmel. Na jó, de ez nagyon tetszik nekem, hogy ezt a karaktert rólam sikerült megmintázni. Mit gondolsz erről a sztoriról, Benton? Hallod, melyikről? Jó volt elmesélve, de nem volt annyira izgalmas. Hallasz ilyeneket minden este a krimóban, nem? Én hallottam. Micsoda? Ja, értem, szóval, hogy hallotta, hogy van itt egy ilyen koldus, aki nagyon jól adja elő a történeteket, úgyhogy ide jött hozzá tanulni. De nem tudott tőle sokat tanulni. És egyébként nem is keres sokat. De akkor honnan jönne a pénze? Csodálkozik az ember ezen, az biztos, mondja Benton. Mi ez a bugyeszkó? Hát, hallod, ez egy... Ó, Istenem. Equipment. Ez amúgy egy valid nadrág. Ez a Ranger's Tights. Látod? Tehát ez egy nadrág, csak... Hát... Istenem! Na, hát ez, erre van nektek szükségetek. De amúgy olyan, mint hogyha nő lennék, nem? Valamelyik este idejött hozzánk valaki, és akkor mondta, hogy végre, micsoda, a Stellar Blade után micsoda sexy karakter, ugye? És akkor mondom, hogy de hát az én vagyok, haver. Hát na mindegy, kis golyszik kilógnak. Imádom ezt a karaktert. Na, jelentsünk gyorsan, ott van Trisha meg Pöttem, de nem tudom, mit csinálnak ott fent. Jelentsünk Captain Brandnek. Itt van állítólag egy küldeti... Várj, ezt el kellene olvasni. Mindjárt lerugom itt az árust, vigyázzunk. Azt a mindenit. Rossz gombot nyomtam. Azt mondja. Friss gyümölcs eladó. Szedjétek, amíg itt van. Aha. Hát ilyet nem találsz máshol, ez volt a déírva. Ezek szerintem kajszit árulnak, nem? Imádom ezt a játékot. Na mehet. Mayhap the one we're here to meet intends to arrive at a different time of day. Aha, szóval akivel találkozunk kell, az lehet, hogy éjszaka lesz majd itt. És akkor töltsünk el itt egy kis időt, töltsünk. Azokkal a lábokkal eltalálsz valakit, kirúgom a térdét. Kicsit bevág, belefér. Várjál, itt minden, nem fizetek én köröket senkinek. Töltsünk el egy kis időt. Ne hajolj rá a pultra! Ne hajolj, Jézus Isten! De miért hajolt rá a pultra? Ez hülye ez a gyerek. Gyere vissza bármikor. Ó, persze. Ez a föltelem. Jó, és ezt fogom végignézni még. Uff, hány órán keresztül. Nagyon jó. Jaj. Hol van Captain Brent? Jöjjön már. Meg kéne találni a fickót, mert itt szokott mászkálni, csak... Hát ez a játékes csúcsallon. Ez ultra király. És érted a... A nagy streamerek, amikor megjelent ez a játék, akkor kiadták már egy héttelen megjelenés előtt a karaktergenerátort, tehát meg tudtad magadnak csinálni a karakteredet előre, és akkor tudod, mindenki megcsinálta a nagy mighty karaktert, a hihetetlen RPG őrület sztárját, a brutális, nem tudom milyen bezúzó warriorokat és a izéket, én meg megcsináltam magamat, és egészen vicci lett egy perc alatt. Na hol van Captain Brand? Itt az FPS nagyon csúnyán leesik a városban, de nem is igazán látom a valószínűségét, hogy valaha ki fogják javítani. Azért akkorát sajnos nem ment a Dragon's Dogma 2, annak ellenére, hogy egyébként egy teljesen jó kis játszható RPG játék lett. Ahhoz képest egy nagy eléggé formás és kerek látszik, hogy van a tizam rendesen. Ó, hát persze, hát itt a világ összes távját befutottam. Amúgy váltanunk kellene egy karakter kasztot. Szerintem a Warriorra, mert azt hiszem, hogy annak van, mondjátok már milyen, ez az extra súly viselése, hogyha kifejleszted. Tehát lehet, hogy jobban járnék, hogyha most nem íjjal mennénk tovább, hanem lehet, hogy jobb lenne átváltani. Első rész után nem akartál sem kapkodni vele. Mármint a Dragon's Dogma 2-vel? De szerintem... Mi?
Nem értem. Te nem. Itt mit lehet vásárolni? Figyelj, azonnal lement 3-4 rész a játékból emlékeim szerint. Megcsináltuk a főküldit egy jó ideig. Rift Incense. Ezek füstölők, meg ilyenek? Csak a főpón használhatja a campben. Megváltoztatja a pón hangját. És az inclination-t. Ja, értem, itt váltod át, hogy kedves szívű legyen, hogy nyugodt legyen. Mi ez a popsi? Révész, most miért mondod? Simpla legyen. Azt mondja, hogy straightforward legyen, aha. Az Art of Metamorphosis, egy használatos. Aha, és az arra való, hogy megváltoztasd a kinézetedet? Uh-huh. Na jó, hát itt mindenféle dolgot lehet vásárolni, de szerintem ezeknek nem is kell. Ez pedig inkább ilyen... Minimalizálja a distraction-t a harc közben. De ez csak hülyeség, tehát ezt csak így írják. Jó, Naomi-szal nem kell itt nekem semmit csinálni. Stellar Blade ehhez képest kutyapénisz. Nem volt nyitva, a férfi ruha volt. Ezt valami mob dobtak ide. Nem tudtunk ellenállni. Figyelj, én egyébként esküszöm szeretném leadni a játék főküldetését, hogy mehessünk tovább. De nem annyira segít nekünk ebben a game, hogy megtaláljuk a mobot. Tehát most ennek a nagy sárga területnek a... valamely részén kéne lennie Captain Brentnek. Én nem látom. De szerintem itt hülyéskedik valahol. Lehet, hogy elbújt a híd alatt, vagy nem tudom, hogy mi van vele, de... én nem látom. Captain Brent... nem segít, igen. Igen, a nagy sárga területen vagyunk, látod, Venka? Tehát, hogy azért ez nem egy szép dolog a játéktól, hogy így megszivat bennünket, hogy tessék itt a nagy sárga, menjél, keresd meg. Akkor mondja azt, hogy ízé, pontszerűen megjelölt valami. Te vagy az? Mit akarsz? Kérdezi Herald. Nem. Igen, a minimapon van a nagy sárga terület, látod? És akkor Captain Brentet meg itt... te vagy az? Nem, ő nem az. Itt igyekszünk megtalálni. És itt sincs bent, itt sincs kint. Ügyesen megoldották azt, hogy csökkentsék az FPS problémákat azáltal, hogy itt eltűnnek, meg feltűnnek az NPC-k. Nem túl... ott van, ő az? Nem, ez egy ranger. Hát de ne haragudjanak már, Captain Brentet keresem, bocsánat. Látod, most például nekimentem egy fickónak, akit nem is láttunk, hogy ott van. Mondjuk eléggé vaksi vagyok én magamtól is, nem kell nekem ezt így mondani. Aha. Szép a város maga, tehát jól meg van komponálva. Brutális nagy seggemmel itt rongyolok szarásig. Hát várjál már, de most tényleg nincs itt. Most visszajöjjünk éjszaka? Hát én esküszöm, lefekszünk szerintem. Kávé már nem kell. Érszem, mert voltam látni a képernyőn, érdekes. Na, most már két szemmel bámulod? Captain Brent? Maga az? Nem, ő Frio. Aj, de nehéz a dolog. Mehet a past time. Hát ha később megjelenik valahol. Brent! Greetings, Your Majesty. Na, ő felsége, jó napot kívánok! Van egy pillanatot beszélgetni? Persze! De vártam már, hogy gyere! Akarni akarod ezt hallni? Ez nagyon fontos információ. Viszont beszéljünk egy kicsit odébb, mert ezt nem hallhatják mások, oké? Okay. Akkor a rakománnyal csak a külső sáv. Mi? Te itt ilyen autópályákban vagy? Sok dolgunk van, hogyha meg akarjuk erősíteni a ő felsége állítását, hogy ő az igazi felemelkedett. Engem nevező felségének. Uh-huh. És akkor a Monster Cullingot azt be kell jelenteni. Szép munka volt, hogy megfogyatkoztak ott a szörnyek. Az emberek tudják, hogy te voltál az, aki a veszélytől megszabadítottad őket. Aha, már itt a Krimóban is egyre többen szeretnének beszélgetni, meghallgatást nyerni a felemelkedettől minden egyes napon. Hogyha ilyen hősieséget mutatsz, hamarosan eljön a nap, amikor Disa, a királynő, már nem tudja tovább tagadni a jelenléted. Kérlek, majdnem kiment a fejemből, vedd el ezt. Ez egy szimbóluma a saját hálámnak. Tehát annak jeléül. Kaptunk 3000 XP-t. Meg egy Expeditioner Cloakot, 7000 G-t.
Ez jó. Hamarosan a helyi krimokban fognak, Pötön mondja, beszélni már ilyen a hőstetteinkről, a bárdok, tudod. Jó, és akkor a következő küldetésünk az mehetne a, várjál, ennyi volt, beszéljünk a régens királynőről. Mit jelent, hogy a régens valaki? Szóval be kell hatolnunk a palotába, hogy bizonyítékokat gyűjtsünk Disa ellen, egy kamu Rizent ültetett a trónra. Tehát nehezen kérek ilyen veszélyes dolgot tőled, mégis attól félek, hogy kevés más opciónk van. Próbáltam már ilyet én a saját módomon csinálni, habár még nem sikerült felfednem egy suttogás sem az ő terveiről. Szóval, hogy az ő állapotában ezek a vakmerő tettek tiltottak, szóval nem tudja elintézni. Mit mond a szőfelsége? Megkérhetlek téged erre, persze. Szóval meggyőződik róla, hogy az ajtó a régens királynő irodájához nyitva legyen éjfél és hajnal között. Használjuk ki az időt arra, hogy a nyomozást akkor folytassuk majd le. Oké, és ez Priority Quest lesz. De a régens királynőnek hol lesz a... Reál? Éjszaka van, a HP-nk az jó. Mit jelent contendelni valakivel? Az üldözőnkkel? A Pursuerrel? Ez a DS2? Szia Dexter Mester, hogy vagy Mizu? Szia Kata 148, hogy vagyok, meséljetek. Kiskorú uralkodó helyett uralkodik a régens. Ja. De most nem lehet, hogy az Arisen helyett uralkodott? Tehát nem a kiskorú helyett, érted? Azt mondja, hogy lép kapcsolatba a titokzatos figurával, aki árnyéként követi minden lépésedet. Igen. Lépjünk kapcsolatba vele. Az hol van? Én nem is láttam, hogy van itt valaki. Ti láttátok? Mondjuk, aki látta, az nem mondja, hogy... Várjál. És térkép szerint ez mit mutat nekünk? Ez nem fog mutatni semmit, hanem csak követ valaki, és akkor... De ennyi erővel kimehetnék a városból is, nem? Na várjál. Bejövünk ide. Ott áll a fickó? Ő az. Ő az, ott szalad! Ott szalad a rohadék! Ja Istenem! Ez megint olyan lesz, mint az első résznek a questjei. Haver. Hát a kis pöttöm lábaimmal hülye vagy, hát sosem érem utol. Még jó, hogy nincsen stamina ebben a városban. Ott szalad a rohadék. Kameraváltás, várjál, ott megy. Ezt most elkapom, azt most kajak el fogom kapni. Ott megállt. Hello, ugye? Ülj, gyerek! Ja Istenem, a seggem! Ki ez a Bermuda? De mi? Mit csinálok vele? Most mi a fenét csinálok most? Uszilgatom, vagy mi? Engedjük már el! Mit csinálok vele? Ja Istenem! Engedjük el most már... De mi? A helyi őrség meg csak bámul? Ez itt normális! Jaj! Megvan? Úristen! Csapdába estem, mint egy pockány egy... ...nizébe, dobozban, ketrecben. Szóval, hogy shrewdok vagyunk, meg gyors a lábunk? Mi az, hogy shrewd? De ki vagy? Egyértelmű, nem? Egyfajta ügynök vagyok, mondja. Mondjunk csak annyit, hogy... Vannak emberek, akik nem szeretik, hogy te úgy kelsz, meg látsz, meg mész, meg mit tudom én, ahogy szeretnél. I was to report on your comings and goings, you see. Nekem erről jelentéseket kell írnom, tudod. De gondolom, most már vége van a melomnak, most, hogy megtudtad, hogy mi a helyzet. Te mit szólsz? Elengedsz? Nincs. Aha, indokom, hogy nagyobb gondot okozzak számodra. Egy kis kompenzáció? Mit kérjünk? Visszautasítjuk egyes, vagy kérjünk egy kis pénzt emiatt kettes? Melyik legyen? Most kellett volna benyomni az elefántos, a Smokey Bot csinálja, nem én. Szerintetek melyik legyen? Kettes? Megkapod a pénzedet, így működik ez, nem?
Utasítsuk vissza az aranyát, egyes, vagy fogadjuk el azt, kettes. Melyik legyen? Fogadjuk el szerintetek? A Goldból sokféle felszerelést lehet vásárolni, az éppen igaz. Réka Fox azonnal rámegy a pénzre. Akkor legyen. Örülök, hogy megértettük egymást. Akkor megyek is. Szaladjál, hülye gyerek. És akkor most kaptunk 1000 XP-t és 5000 goldot. Hát, ja, Sylvie azt mondja, hogy nem tudom, hogy ez volt a jó döntés. És akkor majd keresik meg a fickót, van még másik nap. Mi, várjál, Sylvie, nem kérek útmutatást, várjál, én inkább questet nézni. Nézzünk rá Queen Dissának a tetteire. Aha, ez lesz a következő. Tehát, hogy próbáljunk az irodájába beosonni valahogy. Van itt olyan gomb, hogy osonás? Dash, jump. Mi ez a lose? Nem, bocsánat, nem akartam megriasztani senkit. Jó, elmegyünk akkor oda. Ugye, éjszaka van, sötét van, csak nem vesznek minket észre. A lanternt be se kapcsolom szándékosan, hogy ne tudják meg, hogy éppen jövünk be. Szerintem a fényre figyelmesek lesznek itt a... Ennek a játéknak nagyon jól meg van csinálva az, hogy a környezettel való interaktingolás, tudod, az milyen. Gondolom, hogy a fényt is meglátják így a NPC-k. Nem akarsz ruhaboltba betörni? Nem? Miért? Zavar a seggem látványa? De látsz ilyen seggeket minden nap? Hát ez a semmi extra. Na jó, tényleg rohadt sötét van, bocs, mégis csak bekapcsolnám. Itemsből. Van olyan cuccunk, ami világít. Már a segünkön kívül. De tényleg itt kell felmenni? Úgy mondom, hogy ami feltápolja a fényét ennek a fákjának, itt el lehet menni. Hol? De mi? Hát de nem, itt maximum csak lefele lehetne jönni talán. Vagy itt akarnak körbevezetni? Ide nem követhetünk? Open? Nem tudod kinyitni, mert nincs nálad kulcs. Ez a jail tower. Aha. Szerintem, hogyha lecsuknak minket valamiért, akkor kb. Innen tudunk kijönni. Vissza a gettóba. Én nem hiszem, hogy a gettóból nyírna az a... Azt mondja, hogy morgs. Hogyha egy civil meghal, akkor a testüket elviszik a ravatalozóba néhány nappal a haláluk után. Tök mindegy, hogy melyik helyre kerül. Már az attól függ, hogy hol találják meg a hullát, és ezeket egy végstone-nal fel tudod támasztani, amíg hozzáférésed van a hullához. Ennek szerintem sztoriban lesz jelentősége, hogy valakit fel kell támasztanunk, hogy információt szedjünk ki belőle. Kedvelem ezt a játszást, ez egy full király RPG élmény. Komolyan mondom, mész, csinálod, alakul a sztori. Remélem, hogy nektek is tetszik. Lilium. Na várjál. Szerintem totál nem arra megyünk most, amerre kellene mennünk. Hogy más destináció van az eszemben? Igen, csak még magam sem tudom, hogy melyik, mert még ezen a részén nem jártunk a városnak. Nem, nincsenek egy kijárata? Tehát ennek egyetlen egybe... Ott egy láda. Ah, remélem, hogy a világ összes pénze benne van. Egy végstone. Az jó cucc. És ha itt felmegyek, akkor ugyanoda lyukadok ki? Ezt hogy csináltam? Hány szintes egy hullaház? Jó napot, uram! Kik elesnek Vermundban, azoknak a testeit köt ki. Óvatosan legyél itt, mert... Aha, tehát úgy kell viselkedni, mint aki a holtak között jár. Jól van. Akkor szia! Na, szívesen látnak minket bármikor. Nem baj, hogy tangába jöttem a hullákat mosni. Kérdez a nekromantákat. Ez szerintem ebben a játékban lesznek nekromanták. És szerintem itt lesz egy nyomozás. Tutira lesz egy sidequest, hogy elkezdenek eltűnedezni a hullák, tudod? És szerintem lesz olyan, hogy majd ki kell derítenünk, hogy ki a fő nekromanta. Gondoljunk csak az előző részre. Ott is voltak ilyenek. Sőt, Anderek ellen küzdöttünk már. Te mit árulsz? Greetings. You need only make a worthy offering in exchange. Mi csinálsz?
Ja, oké, hogyha elfelejted, hogy mi a fő küldetésed, 50 gétit kifizetsz, és megmondják, hogy mit kell tenned. Az egy rendes dolog a készítőktől. Igen, itt mindenféle izgi dolog lesz. Most jelenleg be kellene törnünk valahogy a királynőnek az irodájába. Ezen a fő, Istenem, milyen lehezen megyek fel a lépcsőn, mint hogyha ilyenre szaladnék. Ilyenre is így szaladok ám fel a lépcsőn. Bár hogyha hajtanak, amúgy... amúgy az Istennek nem szaladnék. Na várjál. Itt vagyunk balra, szerintem ez lesz az a hely. Megérkeztünk. Restricted entry. Királynői tangára, azt is kivesszük persze a kis fiókjából. Azt mondja, hogy vannak néhány lokációk a játékban, amik teljes mértékben el vannak zárva, és mások, amikbe csak bizonyos idősávban mehetsz be egy napban. Például, hogyha egy őr elkap téged a palota területén éjszaka, a night, nem at night, hanem a night, szerintem az éjszaka, akkor birtokháborításért beraknak a börtönbe. Vannak bizonyos lokációk, amik be a pónok nem mehetnek be. Aha. Mik ezek a masquerades? Ja, hogy a Wentworth Castle-ben szokott lenni ilyen maszkabár. Mondjad már, bál. A maszkar... az a másik, mondjad már. Na. Igen, és akkor ott fontos individualistákkal lehet beszélgetni. Érthető. Jó. De ott viszont olyanba kell megjelenni, a ruhába is. Hát és most azt hogy csináljam, hogy ide bemenjünk? De elsősorban szerintem kikapcsolom a fényeket nálunk, ugye? Állarcos bál, igen. Extinguish. System, save and continue. Ezt meg fogjuk tudni csinálni szerintetek? A kis tangámban? Maradjunk a sötétben. Hát... az van, hogy nem tudok túl magasra felugrani. Ez baj. Oly! Oké. Eddig jó. Eddig szuper. És itt fent van valaki? Ne menj fel, hülye. Jó, ezt nem vettek észre. Vagy ez még nem az a terület, ahol nem lehetek? Ez ilyen kis brazil bugyi? De ezeket... ja, te, persze, te vágott, te lány vagy. Én nem értek hozzá. Én ismerem a franciát, meg a tangát, azon kívül. Vannak ezek a sportbugyik is. Talán. Hát ezek már régi emlékek, hogy utoljára ilyet láttam. Azt mondja, hogy... franciában lenni egész nap... olyan érzés, mint hogyha büntetésben lennék. Aha, nekem mondod, én tangába mászkálok. Menjünk csöndesen. Most ez már tényleg az a rész, amit titok? Vagy itt most várjál, ez mi? Ez be van zárva, ide nem mehetsz be. Hát én akkor a róg vagyok, megőrülsz. Lehetne olyat is, hogy teljesen elcsöndesítjük a lépteinket? Most ez már az, amikor már elkapnak? Mentési pont volt. Itt nem látnak meg, hogy átmegyek, nem? Ez normális, hogy én itt közlekedek. Persze. És akkor oda kell bejutni. Oh, ne haragudj, nem akartanak. Jaj, majdnem nekimentem. Nem tudok-e beöltözni őrnek? Hát miután nincs felszerelésem, ezért nem. Ő be fog menni oda? Fáj neki nagyon a háta. Az őrjáratozástól. De ott áll egy őr. Engem néz? Mindenki engem néz? Igen, a bokorba állok mesztelen seggel. Most miért néznek engem? Amúgy szerintem ez nem lopakodás, amit itt csinálunk. Van egy olyan érzésem, hogy ez most totál szaladgálhatsz meg minden. Szerintem, hogy le se szarják, hogy én itt vagyok.
Szia Véderhun, hogy vagy? Mi a helyzet? Ó, a guardhouse. Na itt most megvagyunk. Most bejutottunk. Mehet. Ú, a marcher. Set. Hallod? Ez az. Standard equipment for guards and sentinels. Mehet. Oké, okay. Senki nem tudja, hogy én itt vagyok. Lehet nyomni. Felveszik a goldot, felveszünk mindent. Új, itt van egy kis kaja. Na most már nem fogják tudni, hogy én itt trespassingolok, ugye? És akkor lanternt is begyújthatnám? Úgy, ahogy végre lehet látni. Így is van. Átnézhetjük az egész zónát, itt minden a miénk. Úgy kéne csinálnom, mint egy őr. Akkor lehet, hogy lassan kell mennem, nem? De most totál elfelé megyek. Ez nem a megfelelő irány. Szaladjunk a másik irányba. Sziasztok! Én vagyok az új őr, csá. Ez micsoda? Ezt egy katona írta? Azt gondolom, hogy valami furcsaság van. A pónok... A Riftstone-ok környékén járkáltak csapatokban, de most egyet sem láttam már egy jó ideje. Nehéz elképzelni, hogy hova tűnhettek. Kíváncsi vagyok, ezt megéri-e jelenteni. Szerintem az lehet, hogy a pónok ugye az Arisennek engedelmeskednek, és miután Kamu Arisen van felültetve a trónra, ezért ki kellett őket venni innen, tehát eltávolították őket a környékről, nehogy kiderüljön, hogy nem parancsol nekik. Szia Vanilla Mew, jó estét, hogy vagy, Mizu? Hopp, ott egy láda felborult. Bordó volt az a láda. De most itt, hogyha felmész, akkor jó helyre mész. Ez tök tetszik, egyébként jó ötlet volt, ja, beöltözni. Tök random volt, hogy megtaláltuk a... És ez lesz az. Ez a guest chambers? Igen, ez nem az. Nem baj, most már ide is bejövünk, lootolunk. Ó, mekkora láda! Az kell nekem. Kortli cuccok! Ez nagyon király lesz, mert hogyha itt állarcos bált tartanak majd, Castle Offices, ez az, akkor majd be tudunk jönni ebben a felszerelésben. Hoppá, megvan a eltépett levél. Who's there? Ki az? Kérdezi Sven. Pray, keep your voice low. Halkan beszélj. Aha, egyikünknek se lenne az jó, hogyha valakit ide idéznének, hogy csekkoljon engem. Could it be that you have come to bring mother's schemes to light? Lehet, hogy azért jöttél ide, hogy édesanyám cselszövésére fény deríts. Igen, Disa az én édesanyám. Bocsáss meg, amiért nem mondtam el korábban. De hát ezt én ezt levágtam már. Ez az a gyerek, akinek megvettük az Ornate Boxot a piac téren, tudod, meg adtunk neki pénzt rá. Vagyis, hogy hát nem adtunk pénzt neki, megvettük a dobozt neki inkább. Mert ugye azt akarta volna megvásárolni, és soha életében nem vásárolt magának semmit. El volt kényeztetve itt a... Mondta, hogy a palotában él, azonnal kitaláltuk, hogy a királynő fia lesz. Nem akartalak megtéveszteni. Csak féltem, hogyha elmondanám az igazságot, akkor senki nem akarna velem egyáltalán semmit sem csinálni, kapcsolatba kerülni, meg ilyenek. Többé emiatt már nem kell aggódnunk. Mert látszik, hogy a célunk ugyanaz. Oké, Sven, a mi kis besuggónk lesz. Tényleg te vagy az igazi felemelkedett. És hogy csak egy ilyen kamu arc ül a trónon. És ennek édesanyámnak is van köze. Tehát, hogy ahhoz van neki köze. Ojaj. Régen Skin Sven. Úgy tűnik, hogy hiányzik a szobájából. Nem láttátok? Kérdezi Joel. Nem, uram, mondja Stefan. Az István. De hülye, akkor kezd el keresni. Ha valami baj történne vele, akkor én fogok felelni ő felsége előtt, mondja Joel. Bocsáss meg. Kicsit bonyolultá tette az eltűnésem ezt a dolgot. Azonnal el kell, hogy hagyd a palotát. Aha, szóval kiderült, hogy ebben a szobában kevés érdekesség volt számodra, de belenézek ebbe az ügybe egy kicsit tovább, és akkor majd Captain Brentnek jelenteni fogok, hogyha felfedezek valamit, amit tudnod kellene. Kimegyek, beszélek az őrökkel, te pedig használd ki ezt a lehetőséget, hogy eltűnj innen. Az ablakon keresztül.
A király ez a játék, tetszik. Jól kitalált. Nincs itt a Queen Régensnek valamilyen? Na jó, akkor húzzunk el. És a tetőkön vagyok. Ajjajaj, a seggem, vigyázz, te hülye. Ja, jó, most szerencsére nem mesztelenül, azért azok a tetőcserepek, azok lehorzsolták volna rendesen. Akkor nézhetjük volna a sebes seggemet. Ez majdnem olyan, mint a sebességemet néznénk, csak az túl lassú ahhoz, hogy sebességnek hívjuk. Na figyelj, és akkor most megvan a set, amivel örökként működhetünk, meg megvan a maszkabálra is a setünk, tehát ezeket le fogjuk tenni. Visszamegyünk Captain Brenthez jelenteni, és akkor megint megcsináltunk egy fontos küldit, kaptunk valamilyen levéltöredéket, vagy hát töredéket, szakadvány. I have been waiting for you, Arisen. Megérkeznek a többiek, pöttömék és stb. Pöttöm, hallod? Nem kell neked ez a set, ami rajtam van, mert tök jól néz ki. Vagy lehet, hogy korai lenne rá tenni? Tehát, hogyha ezt azt mondanám, hogy give. Aha, ezt nem tudod átadni. De azért nem, mert rajtam van? Aha, igen. Odaadod pöttömnek, és ez valóban jobb, mint ami rajta van. Jó. Hát akkor... Jaj! Jaj, a szőrös mellkasom hirtelen kivillant, elnézést! Újjaj! Ezt gyorsan vegyük fel. Azt adjuk neki át. Aha, ez viszont nem jobb, mint az, ami rajta van. Mindegy, hát odaadni, oda lehet neki attól még. Kaptunk egy ilyen Expeditioner Crew. Ezt azért kaptam, hogy fedjem el. Fedjem el magam. Na jó, equip. Jó van. És akkor nem fog ez szó érni a ház elejét. Ezt még át kell adnunk. Na ugye, hogy rögtön. Rögtön csak véletlen lendül ki a seggünk alulra. Mi ez? Jöttél megnézni a szkulptúráimat? To think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. Belegondolni abba, hogy a felemelkedett maga is egy ilyen gyűjtő, és hogy az én dolgaim elérték az ő fülét. Hogyha aha, a kollekcióm teljes lenne, azonnal meg is mutatnám neked, hogy megnézhessd. Viszont a központi elem, amit kértem, az még nem jelent meg, nem érkezett meg. Büszke lennék, hogyha a teljes mutathatnám be. Okay. Szóval el kell menni a Sculptorhoz. Bagbatalba. Csak annyit kell mondani neki, hogy nagyon várom már a szobor befejezését. Okay, ez király, akkor csak annyi lesz a dolgunk, hogy elmegyünk majd erre a helyszínre. Ez egy random mellékküldetés. A játék is úgy gondolta, hogy vegyél fel valamit. Miért? Ti úgy gondoltátok? Nekem nagyon tetszett. Szia Dietrich Live, jó estét. Hogy vagy? Mi a helyzet? Eltakarja a köpeny a lényeget? Ja, ti a kis messzelen seggemet akarjátok? Hát akkor, ha ez már így van, akkor menjen. Amikor a hölgyek kérik, én nem tudok egyszerűen nemet mondani rá. Most zuhanok éppen? Mehetünk. Szia Dietrich. Mondanám, hogy a kis szőrös seggemet, de valamiért ott nem nő. Szőr, ezt nem vágom pontosan, hogy mi okozza. Trisha azt mondja, hogy ide gyere, kérlek. Ki ez a Trisha és hol van? Azt mondja, hogy gyere ide, kérlek. De hol? Trisha, figyelj már. Ja, hogy az a Trisha? Ő velem van. Jaj, ő vezetni akar minket valahová, hogy nézzünk meg neki valamit. Lehet, hogy felfedezett a városban egy titkos ládát, nem? We have arrived. Megérkeztünk. Na, hál' Istennek, beszéljünk Captain Brenttel. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your how fared your mission? Hogy ment a küldetés? Találtál bármit az irodában, ami esetleg gyanús volna? Csak ott takarítanak, ahol a vendéget várnak. Erre még nem is gondoltam. Azt mondja, hogy Batal van ráírva, meg a Disza neve. Jobb lesz, hogyha megmutatod Captain Brandnek. Jó. Deliver. Mehet.
Ez a levél szakadvány egy része volt egy levélnek, Batáltól, nem kevéstől, vagy onnan való. Keveset fog ez nekünk így bizonyítani, de az tiszta, hogy Disának a tervei mélyre hatolnak. Mindenki pólókat vásárol most a neten? Miért most mi van a Qwertynek? Van valami nagy akciója? M. Hajnal már bejelentette. Azt mondja, hogy... Ja, még ezt is belegondolni, hogy Disának a tettei még terhet rónak a saját fiának elméjére is. Ez egy meglepetés, de ezt örömmel fogadjuk. Micsoda? E-apostrof-E-R. Na jó, néha nem egyszerű lefordítani ezt a játékot. Itt a Sven segítene nekünk elvonni Disának a figyelmét, akkor még több fontos információhoz juthatnánk. Szép munka volt ő felsége. Ha már több, vagy túl sok mindent nem tudok itt felajánlani ezért, de kérlek ezt fogadd el. 1200 XP és egy Wakestone, meg 6500 gold. Jó, megcsináltuk a következőt. Mehetne a hamis Sovereign? Szóval valamilyen különös felfedezésre tett őszert. Egy ideje úgy tűnik, hogy... Micsoda? Szóval egy hegynyi aranyat költenek mostanság arra, hogy naponta vásároljanak édes koronavirágot? Ez a példátlan költekezési szokás akkor kezdődött el, amikor Arthur a kamu felemelkedett megjelent. Ez nem lehet véletlen. Azt gondolom, hogy Arthur kezébe áramlik a pénz, mégis furcsa, mert hogy Vermundnak csak a keleti szélén nő ilyen virág. Merem mondani, hogy ezt nem véletlen választották ki. Lehet, hogy ez valahogy a sikerül leleplezni majd őt. Örékeny egy remény, ez az biztos. Mégis azt szeretném, hogyha elmennél a keleti szegmensbe, és bebizonyítanád, hogy mit... Aha, jó. Tehát, hogy onnan származik? Hogy onnan származik, és azért... Na jó, akkor nyomozzunk. Jó. Akkor ez lesz a következő küldetés. Szavazzunk egyet, légy szíves. Menjünk tovább az IAS-szal most, egyes. Az IAS kasztunk az már egészen jól áll, de szerintem 10-ből talán 7-es szinten vagyunk. Vagy váltsunk kasztot azért, hogy 2-es, azért, hogy esetleg a több teherbírást kifarmoljuk magunknak, mondjuk átállunk gyorsan Varior-ra, viszont ahhoz nincs fegyverünk, de vásárolhatunk esetleg. Vagy esetleg átállunk Thief-re vagy valamire. Mehetünk tovább íjászként is, mert még messze lesz a mágus íjász kasznak a felvétele. Ezeket a ruhákat meg be kell tennünk. Jó, megvan a küldetés, megvan amiért jöttünk. Bemegyünk az inbe, lepakolunk. 2-2-1-1. Szavazzatok még. Mit szeretnétek látni? Az IAS-szal mindenképpen erőteljesebbek vagyunk, van gírünk, bármivel szembe tudunk szállni kb. Egy dolgunk nincs, ugye, teherbírásunk, amit meg a Warriorból kéne kiszedni. Szevasz, Jai! Hogy a menők kardja van? Na, nézd, milyen sokat küzdött érte. Mi a helyzet, hogy vagy? Beadjuk a Seeker tokeneket, és ezért kapunk egy Ring of Triumphot, az jó. Az megnöveli a maximum amount of weight-et, amit tudsz cipelni magaddal, az tök jó dolog. A change vocation-ben, aha, ezt mondom, hogy rank 7 vagyunk a 9-ből. Tehát kb. Kifarmoltuk már, amit szerintem lehetett. És akkor itt volna details, physical defense. Nagy valószínűséggel téged támadnak. És ez a thew, látod, ezen az, hogy több cuccot tudsz viselni magaddal. A többi nem kell, csak idáig kell neki húzni, amíg ezt az augmentet meg nem kapjuk. Rámennénk a mágusra, akkor mi lenne? Aha, több HP-t lehetne healelni, hogyha megkapnánk a healinget. Debiliációk javítása és gyógyítása. Tovább tartanak az enchantmentek rajtunk. Stamina recovery speed, az exaltáció által. Jaj ne, akkor lehet, hogy erre is rá kell menni?
Hogyha, aha, várjál. Nem, warrior. Vitalitás, maximum HP növelése. Ez is tök jó, az sem lenne rossz, hogyha lenne ilyenünk. Na jó, de most akkor megkapjuk a felszerelést is hozzá. Feltápolja a Magic-edet. Mondjuk a Sorcerer-ben, meg hogyha átmegyünk a mágusi jászra, akkor az a Sagacity, az nem tudom micsoda, feltápolása a mágiának az sokat érne. Viszont nem lehet elhanyagolni egyszerűen ezt, hogy több cuccot viseljünk magunknál. Hát megnézhetjük. Végtére is a kettesre szavaztatok a legtöbben. Kinyitottad a Fighter Vocation-t. Váltasz? Igen. A csata alapjai. Van nálad egy pajzs és egy kard. Közelharci csatákban vagy király. Jó. Kifarmolunk vele egy keveset, tudod, egy kis XP-t, és utána váltunk is vissza, vagy valami másra. Ez jó viszont, hogy egy végigjátszáson belül meg tudjuk nézni a több kasztot is, nem? Shieldet használni RB-vel lehet defendelni, guardolni az enemy támadások ellen, a stamina guarding közben lassan regenerál. Ez olyan, mint az Elden Ringben. És hogyha támadsz a shieldeddel, akkor staminába kerül. Úgyhogy tehát konzerválnod kell az erődet. Viszont, hogyha jókor blokkolsz, azzal deflektáld a támadását az eneminek. Jó, és hátulról jövő támadások meg a megragadások ellen nem véd. Follow-up attacks. Hogyha támadás viszel be az Y-nal, akkor mi történik? Az erősebb lesz, hogyha éppen fekszik az enemy, vagy hogyha ki van verve éppen az egyensúlyából, vagy hogyha nem számít arra, hogy jó, érthető. Equipment menübe bemész be, persze. Lehet, hogy vásárolnunk is kellene akkor majd ruhákat, mert most ami rajtunk volt eddig, azt nem feltétlen viselhetjük, ugye ez a Rangers tights, ezek akkor viselhetők, hogyha a Rangerként megyünk előre. Így viszont felvehetjük a szép palástunkat, mert ez kb. Mindennel működik. Felvesszük ezt az extra súlyt. Strike attack-eknek kevesebb a maximum HP, de slightly nem kell. Olyan kell, ami a max HP, max stamina, és hogy mennyi súlyt tudsz cipelni. Az jó. Ezt meg átadhatnánk Pöttömnek, vagy valakinek. És akkor ez most megvan, hogyha megnézik a weapon skill-eket, várjál. A core skill-ekben van a true deflect. Hogyha az RB-t megnyomod a támadás előtt, az jó, az kell. Itt mik vannak? Hogyha nincs battle stance-ben az enemy, akkor durvábbat versz oda. Max stamina növekszik, tovább tudunk majd szaladni. És akkor van olyan, hogy air ward slash. Hát ezzel kell levágnunk valamit az égből? Hát jobb hiány. Oda. Shield bash. Ezek vannak egyedül, mint skillek nekünk most. Mondta, hogy lemaradtam a tangás részről. Hogy vagytok, mi az játék? Sose láttam ilyen Dark Souls? Nem, ez egy RPG. Akció RPG kalandjáték. Nagyon király. Jó, most ezzel megvolnánk. Szereztünk egy másik páncélzatot, és teljesen más kasztként megyünk tovább. Ha most bepakolnánk a ládánkba, akkor kevesebb súlyt vinnénk magunkkal, és el kell mennünk szerintem vásárolni fegyvereket. Amúgy rengeteg goldom van. Valószínűleg jobban tenném, hogyha már egy kicsit emeltebb szintű fegyverekkel mászkálnánk. Na mondjuk azért annyira sokat nem költhetünk, mert mondom, itt csak ki akarjuk farmolni a dolgokat, aztán elfelejteni ezt. Unseen Shadow? Ezt nem viselheted. Na mondjuk a Plate Armor, Guardian Plate Armor, oda néz, 191 armor, de ez tök metal. Na jó, de 77 000 van, megveszem, leszarom. Igen, igen, fel is veszem, köszönöm. Most mondtam, hogy nem szabad nagyon nehéz dolgokat vásárolni, ugye? Kit érdekel? Iron Helm. Fú, az Iron Helm, az jól néz ki. Igen, megveszem. Igen, equippelem. Egy kicsit ilyen lassan haladós ez az egész. Bocsánat, hamarosan mindjárt benne leszünk a helyzet közepében, amikor majd kimegyünk innen. És ezt is felveszem, engem nem 23 kiló? Van még pénzem 48 000, akkor most már fegyvert kéne vásárolni, nem? Vagy van shield is? Bocsánat. General's Mental? És az hogy néz ki? Nem, nekem van ilyenem.
Nem kell az, legarmor megvan. Shieldeket meggondolom majd a másiktól. Nem inhenszeljük az equipmentet, megyünk már is. Szia Nomen, hogy vagy, mi a helyzet? Amúgy lehet, hogy jobban is fog nekünk tetszeni ez a karaktertípus, mint az IAS, mert most be kell, hogy menjünk majd a helyzet közepébe. Standard weapon, amit a katonák használnak. De amúgy nem is kellett volna lehet megvenni, mert lehet, hogy mehetünk volna szimplán a helyi sentinelek, tudod, a gárdoknak a cuccában. Ez mi lesz? 273-at ver. 13800. Jó, de hogyha kimész, akkor úgyis megkapod a... Jó, megveszem, nem érdekel. Úgyis kapunk majd zsetont. És akkor van itt shield is? Ennek jobb az ellenállása. Jól van, jó, de... Elköltöttem 50 ezeret erre? Over encumbered. Köszi. Always a pleasure. És minden rajtam van? Ja, csak most haladni nem tudunk. Kicsit lassan megyünk most egy ideig. Mindjárt lepakolunk, és aztán mehetünk kintre. Elmegyünk a keleti részbe. De milyen jól nézünk ki? Hát abszolút. És nagyon kíváncsi leszek ennek a kasznak a működésére is majd. Állítólag valahol itt kell lennie a helynek, ahol lepihenhetünk. Szerintem ez itt fent lesz. Riptanga, ne aggódj, vissza fog az majd még jönni. Itt lehetne bepakolni? Bocsánat. Nem. Bocsi, kicsit lassan megy. Hoppá, ha átesel valakin, akkor tudsz ugrani? Nem tudsz ugrani. Jaj, jaj, el ne essek, vigyázzak. Hova lett a bugyogó? Rajtam van. Csak a seg mélyé. Mondja Venka. Itt kell bepakolnunk mindent. Jó napot, uram. Szevasz. Mert már is az organizálás, depozitolás. Nagyon sok felesleges cuccendári van rajtam. Berakjuk a Trusty Swordot, a Shieldet, az íjat. Berakjuk a Wanderernek a húdját, ezt is. Ezeket mindet. Hát meg ezeket is mindet. És ezt is. Most mekkora a súly rajtunk? Ezt miért nem jelzik ilyenkor vajon? Most, hogy heavy-ben vagyok, ugye? Még mindig heavy-ben. Hát mert ilyen rothadó húsok vannak nálam meg ilyenek, ezeket mindjárt olyan szinten fogom szétdobálni. Ötömnek meg átadunk egy csomó dolgot. Ötömnél is van egy csomó armor, nem? Ezt mondjuk... Ezeket mind berakjuk. Így. És akkor ő most average-ben van, aha. El is adhatnék egy-két dolgot amúgy. Signs of Valor, ezt mindenképp el kéne adni. Ez egy thief cucc, de szerintem használjuk, ne adjuk el, hanem majd amikor átváltunk thiefre, hogy megszerezzük az extra staminát, majd akkor fogjuk inkább viselni magunkon. Most ő átlagos, én meg heavy-ben vagyok. Sylviánál van esetleg valami, ami nincs, és ott sincs. Jó, csak nálunk vannak ilyen hülyeségek. Hát rothadó húsból, érted, meg ilyenekből. Hogy lehet ilyen nehéz a karakter? Lehet, hogy alapvetően nehéz. Ezt mondjuk el kell használni. Végstone-ból egyet beteszünk, az biztos, hogy 0.30, a Fairy Stone az sajnos kell. Szia Dexter! Szia Randy Boy, hogy vagy, mi a helyzet? Jó, és akkor itt most dobálgatunk le egy-két dolgot. Bocs, hogy ennyit szarakodunk, mielőtt nekivágnánk a kalannak, de hát tudjátok, hogy ez is hozzátartozik az egészhez. Nem az equipment, az itemsben van benne. Ezt már nem is tudod kombinálni, ugye? Tehát ezt discardolhatod. Hogy vagy, Jai? Milyen volt a mai játszás? Mesélj valamit, meg oda nézzenek, milyen kardja van. Beszarsz, behugyozol. Azért én is vettem most szép kardot, de ez azért nem semmi, ami nála van. Ez ilyen vízilabdás dolog? Nem, nem, ők nem kardoznak a vízben, pedig amúgy vicces lenne. Egy ilyen gladiátor esemény, ahol berakják a fókákat, meg a delfint, és akkor küzdeni kellene egymással, meg az elemekkel. Nekem nagyon tetszene. Ezt át kéne adni szerintem. Give, pöttöm. Aha, és most én vagyok average-ben, ő van heavy-ben. Ez szerintem vállalható, ezt meg használnunk kell. 0.15-tel tovább tudunk menni. Uh-huh. Na, ez így szerintem király. Bár lehet, hogy be kéne rakni a potikból. 3 kilónyi poti van nálam. Mondjuk most szerintem kapni fogom a pofámba a damagét. Vagy van sejtésem, hogy hát ebből azért lesz durvítás.
Berakunk szerintem egy 15 darabot. Így. Készen állunk a kalandokra, mit szóltok? Elintéztük, mehetünk. És végre tudok mászkálni, szaladni. Van staminám. Ez az. Kicsit kevesebb a max HP-m. Na, nézzük a küldetéseket. Quests. Nameless Village. Ez ott volna fent a vártól északra. Batálban még nem jártunk. Ez egy teljesen új terület. Ez ilyen sivatagosnak néz ki. Egy másik bióma. Szóval, hogy figyelnünk kellene a koldust, hogy megtudjuk, hogy honnan szerzi a pénzét. Ez micsoda? Vár néhány napot, tér vissza Harve Village-be, ezt majd megcsináljuk. Néhány nap múlva Sven-től kérjünk egy kis zsetont azért, amiért az Ornate Boxot neki oda megvásároltuk. Azt mondja, hogy Place to call home, igen, Nameless Village. Szerintem ez a következő, a fő küldetés következik. Mehetünk. Na hát mindenki erre vár. Ki kell próbálnunk a csatározást. Megnéztük mi is a fazmót, nem volt rossz. Jó volt az új map, valahogy mégis kevés volt ez a patch. Na, csak nem. Nem volt jó. Jó minden, örülök neki. Gondolkoztam, hogy baja, hogy már most többet akarok. Farmhouse upgrade. Ilyes, még pozitív csalódás volt a világító torony. Jók az új hangok. Jó, hogy balanszolták az equipmentet. Igazából fullos a patch, de kéne még. Ez furcsa. Én semmit nem tudok arról a játékról. Tök, hogy megjavult az FPS-ünk a városon ki. Ott, eddig nem tudtam erre felmászni. Szerintem rangerként fel tudtam menni rá. És most, hogyha elkezdenénk kardozni, nézd meg. Ú, de király. És ezzel shieldelsz. Kiszáradt virágot találtak a többiek. Na, erre most nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Tudok úszni ebben a játékban, ugye nem? Nem, mert megesznek a piócák, erre vigyázzunk. Szia, rozsdás patula, hogy vagy, Mizu? Jó játék, bemész idegenek házába, teledobál a cuccal, valószínűleg ott hagyod a tetemedet is. Ez nem hangzik egyáltalán jónak. Vagy te ezt szereted csinálni? Milyen érzés most kardos harcosként számodra? Én is az lettem hirtelen. Nekem egyőre tetszik, de még nem csatároztam senkivel. De szoktál egyébként? Hát a világ szélén vagyok, de nem innen származnak a virágok, amikről beszélgettünk. Ó, de király. Jaj, nehéz lesz váltani majd erről a játékról ma este, mert nagyon tetszik nekem. Tudjátok, hogy milyen vagyok, így elkezdem és így nyomnám. De mondjuk az ilyen típusú RPG-ket tényleg iszonyat sok időn keresztül lehet nyomatni. Hol van egyébként a térkép szerint, amit keresünk? Mindenki jön utánunk? Aha, arra fent. És akkor most ide el kell mennünk abba a faluba, ami szemben van, és követni az utat. Nem visszafele, erre. Hasonlókat tudok elmondani, egyre tetszik, de vér még nem folyt. Össze a blaházót itt. Jaj, ugyan már. Nagyon küzdöttél értem meg. Hát nálunk itt gyakran megfordul a Luden Reborn. Az nagyon mondogatta, hogy de legyen már. Mert most már ki van akadva teljesen. Tehát tegnap nem tudott aludni, hallod, olyanokat mondott. Hogy ő el fog menni, és felkeresi a nőket a vörös vagy piros lámpás negyedben. Ilyeneket mondott, mert már ki volt fordulva teljesen önmagából. Hát mondom, haver, valamit csinálnom kellene. Most inkább adtam egy kardot, hát ha megnyugszik. Láttam, hogy streamelsz, jöttem jó kis zúgás, lesz nekem estére. Fülzúgás? Azt hallottam, hogy problémás. Nagyon kellemetlen élmény, hogyha valaki azzal rendelkezik. Szerelmes lett a gülüsszemi főnökébe, én is úgy tudom. Ja, hallottam hírét. Hát de hogy minek csinálja ezt magával? Én felmegyek, hogyha... Ja, nem biztos. Akkor nem erről kell menni. Láttunk ott valami... Vegyek fel almát. Igen, az nem baj. Tök jó, hogy most tudunk szaladgálni, mert van staminánk itt, meg van bent egy láda. Megtette a dolgát, mint kampánymenedzser, mehetnek a káros szenvedélyei. Ez rothadó hús, és egy pockány. Tehát a szerelem, mint káros szenvedély jelenik meg az ő életének költeményében. Ez gyönyörű, haver. Szia, Voodoo. The Face Out. Face Count-ot olvastam, ne haragudj.
kiében nem az. Hát, én nem értek hozzá. Itt mi van? Aha, itt lehetne érceket szerezni. Ez arany? Nem félsz hozzá? De, megvagyunk. Csak itt most hogy fogok által menni a vizen? Most megesznek a dögök? Hát ez messze lesz. Szerintem meghalok, elhiszed? Nyomjunk egy gyors mentést erre, mert én szerintem itt nem tudok átkelni. Ladikon, de ladikon. És... Aj! Semmi baj, semmi baj. Load game. Mi? Várjál, nincs load. Oh. Tegnap meghalt a mezmer, picit becsuktam a szemem és úgy maradt. Ja, azért halt meg, mert te becsuktad a szemedet? Ezt a témát meghagyom a tapasztaltabbaknak, mármint a szerelem dolgot. Persze, hát nem is kell erőltetni, hülyeség. Most szerintem benne vagyok a tutiban. Most innentől kezdve akkor itt fogok lakni? ez jutott? Nem fogok tudni kimenni, a többiek nem jöttek utánam. De szerencsé, hogy ott azt elkaptam. Ha nem kaptam volna el, akkor ez itt ennyi volt. Majd néha dobálnak nekem meg. Hallod, halakat kellene zabálni fölfelé. Hogy megyek ki? Jaj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 
Hát nem mondom, jó szar helyre jöttem. Nem szabad mindenhova bemászni, ami érdekesnek tűnik. Viszont akkor most ebből a faluból nem lesz átjutásom a következő részre. Várjál már, meg kell találnunk a hidat keresztbe. Ott megy. Na hát jól megszivattuk magunkat, de most már megvagyunk. Jöjjön már egy goblin csapat, mert vért akarok ontani. Akkor a Mighty Warrior vagyok. A HP most már kicsit csökkent. Nekem nagyon tetszik ebben a játékban az, hogy oda kell figyelned, hogy megy ugye lentebb a HP-t folyamatosan. Ha elszenvedsz sérülést akkor is, meg hogyha meghalsz akkor is, és emiatt, hogyha beköszönt az éjszaka, akkor keresned kell egy helyet, ahol le tudsz táborozni. Ez szerintem egy tök jó megoldás. A többiek milyen tisztes távolságból kerít, vagy mi? Kergetnek minket itt. Ezt nem láttuk még egyáltalán, hogy mi van itt a fekete részen. És most volna esélyünk benézni oda. Ellenben csinálhatnám... Jó, menjünk előre. Majd máskor megnézzük. Valami van? Goblinok! Oké, eddig nem vagyok túl jó ebben a warriorkodásban, de nyomod neki. Krisa, nyomjad! Krisa, helyzet van, nem látod? Öttömmel megyünk előre. Megdob egy kővel! Ezt tetszik ez a damage, amit kitol egyébként maga a penge. Jó, hát a mágia azért az látszik, hogy szakít. A mágia az keményen bemar. Wow. És ott is vannak. Most begyakoroljuk, hogy mit tudunk csinálni. Change shield direction? Ezt nem pontosan vágom, hogy a shield direction mit jelent. Azt, hogy... berepült! Wow, én meg hogy leszúrom? Azt a mindenit neki! Jó, ezt élvezni fogjuk. Ezt tetszeni fog. Elden Ring extrákkal. Legjobb, hogyha itt elkerüljük a csatát. Nem, én azért jöttem. Mondjuk a... Azt nem fogom tudni, hogy... Várjál, nyomok egy ilyet. Aha. Várjál. R, word, slash. Ú, aszta! Na, ilyet nem tudok ilyenrel csinálni. Hát leütettem, mint a videós szart. Ez így van. Most az lesz a kérdés, hogy mit csináljunk ezekkel, ugye? Most megütöttem? Nem. Majd most megfogom. Az szép volt. Esküszöm, egy kicsit elestem, de már jobban vagyok. Felemelte... Mi ez? Ez micsoda? Elaltattak, kelts fel. Megjelent a griff. Jó, de most jelenik meg a griff. Baj van a hárpiákkal.
Hú, hát ez eléggé nehézkes. Ijászként már túl lennénk rajta. És nézd, jönnek az emberek segíteni. Mindenki le akarja vágni. A griff az ide leesett. Kapd el, mász fel. Isten, nem sikerült neki. Ó, semmi baj, készen állok. És tudom, hogy mit csinálok, én csak szaladok. Nyomjátok, srácok, nyomjátok, itt a helyzet. A griffnek a legyőzésére. Gyere! Nem értem el a lábát. Itt van egy másik csapat is, kalandorok lehetnek, nem? És le fog az jönni onnan? Meg kell várni, hogy lejöjjön. Ott is van, figyeld! Ajj, és nem értem. Ó, azt a... Elkapott valami állat, véletlen. Na jó, elintézem ezeket, mert rossz helyen vannak. Szerintem amúgy ezeket támadja a griff is, nem jött kajálni. Alert hangok nincsenek a klipben, az igaz. Ki van véve, ne legyen zavaró a kedves vodnézők számára, mert akkor hiszti lesz. Kapd el a lábát, te szemét! Nem értem el! Gyere már le! Nem éri el! Jaj, de próbáltam belekapaszkodni a lábába. Kezd annyira kifáradni, mint mi. Oda néz, hogy nyomja a spellt bele. Ha lejön, akkor azonnal. Ott van, kapjuk el a nyakánál. És nyom! És már vered! Van még stamina, még lehet nyomni. Oda néz, hogy rángatja. Én közben szurkálom, mint egy állat. Ott van! Fuck yeah! Döfd bele! Hát persze, csak döfködöd. Gyönyörű. Végre rajta vagyunk a tutin. Ez az. Hogy küldi az egész csapat. Kevés a staminám viszont. Nézd, Pöttöm is rajta van, ő is szurkálja, látja, hogy mit kell vele csinálni. Imádom, ahogy a pónok tanulnak. Igen, vissza kéne nyernem a footingomat, jó napot kívánok. Ez most felemelte a kezét, ez fájni fog. Vagy lába az? Nem tudom. Használjunk potizást. Ez jó volt nagyon. Stamregen. Lassú ez a stamregen, de mindjárt jó lesz. Rajta vagyok. Valahol. Szúrod. Csak szurkált, csak nyomjad ott a szárnya alá. Ott van. Imádom ezt. Ez nagyon-nagyon feelinges. Ott lesz, hogyha előkészülünk egy hosszú csatára. Szúrjad, jó lesz. Mit csinál? Leestem róla, mint a szar. Lehet verdesni. El fog menekülni, amúgy elhiszed? Küldöd, mindjárt fel kell. Le kell kapaszkodjunk. Rajta vagyok. És csak szurkáljuk. Csak szurkáljuk, minden rendben. Ez majdnem olyan, mint az Elden Ring, igen. Bár ezek a mozdulatok egy kicsit élvezetesebbé teszik szerintem. Oda néz, hogy döföm a torkát. Hoppá! Az igen! Földön van. Stamregen, miközben verjük. Hát ez rohadt jó amúgy. Láttad azokat a csapatokat ott jobbra? Ők besegítenek nekünk. Kapd el, mász fel. Oda, és most.
fején vagyok rajta. Úristen. Ez az, olyan mint a Shadow of the Colossus. Nagyon király. És csak döfködöd. Megy le a staminám nagyon. És le fogok esni. Ez fájni fog. Egy kicsit elestem. A HP-m az teljesen elveszett. Na várjál. Szerezünk egy fair amount of health vissza. Ezt most nem tudom használni. Ne, most halott leszek. Ne már. Végstone. Hát de most el kéne használni, hát mindjárt len van, nem? Használjunk egy végstone. Aj, de sajnálom. És egyet otthon ki is raktunk. Rámegyátok a szárnyait, hogy legyengítsétek. Sokan vagyunk. Hát ez őrület királyélmény. Ez nagyon, ez fullos. Ezért játszunk ilyen játékokkal. El ne szálljon. Visszajön. Gyere. Kicsit odébb kellett repülnöm, de már jobban vagyok. Hogy szálltam? Semmi baj. Egy kis HP töltés. Mehet. A szárnyaival, nézd milyen szelet kelt. És most. És rajta vagy. Csak szurkálom, mint az állat. Nem van a földön, szálljunk le. Stamregen. Lehet, hogy meg fogjuk tudni ölni. Öttöm is rajta van, nézd, hogy küldjük. Utolsó HP bár következik. Maradjunk rajta. Megy a vagdosás tovább. De lehet, hogy megöljük a griffet most. Egyszer már leraktuk nagyon alacsony HP-ra. Elengedtem már? Au. Hasra estem. De semmi baj. Szilvia jöjjön, hogy segítsen. Ez nagyon szép. Beleesett a vízbe! Beleesett a vízbe! Istenem! Wow! Legyőztünk egy sárkányt! Mi volt a bűne? Ránk támadott út közben. Szerintem ez tök véletlen volt, hogy beleesett. És a lootot most partra sodolja a víz, vagy mi lesz? Igen, Glendi, szerintem ugyanolyan lehet. Sajna most a loot, akkor az elment. Ó. Közel jártunk a megoldáshoz, meg is oldottuk, csak a lootot nem tudtuk felvenni. Ez egy griff volt, igen. Nem azt mondtam. Szerintem azt mondtam. Fú, nagyon jó volt. Hát ez rohadt jó. Sárkányt? Bocs, már itt Edna ringezésekben vagyunk. Elnézést, elnézést. Igen, ez egy griffmadár. Hát, de mekkora őrületes nagy királyság volt ez. Hát micsoda? Aki itt maradt a nagy ruházkodás meg vesztezés után, az most megkapta az akciójelentet. Tehát de ilyen epikus képeket azért nem mindenhol látsz, érted? Nem minden csatornán megy a mozgókép ilyen extrákba. Release-kor meg akartam venni, ezek eltántorítottak pedig nagyon jó. Aj, ugyan már, tanulj meg velük együtt élni, élvezd! Most mi az, hogy hazudozzál? Vagy ne hazudozzál? Tök mindegy, mi van odaírva! Hoppá! Jó napot kívánok, ebből a harc lesz. Készen állok. Goblins Master! Goblins Master! Mint a szart! Mint a szart úgy levágtam, láttad? Wow!
Meg lett azért rendes. Azt a mindenit úgy ugrottam rá, mint a izé a Trója című filmnek a főszereplője, a szőke gyerek, tudod, a Jeff Goldblum. Az nagyot ment. Na azt a filmet meg is kéne nézni ma este. Menjünk a másik irányba. Mondjuk innen is mehetünk amúgy. Nem szükséges rögtön a barlangokba menni a Spirit's Path irányába. Ez hova vinne el a Twilight Cave? Coastal Cavern. Ebben nem tudom, hogy voltunk-e benne. Ja, arra lesz majd a menés. Mehetünk. Szokott lenni filmnézés? Nem, dehogy is. Hát a csatornán ilyet csinálni az illegális volna. De a... Az komoly volt. Meg kéne védeni a mágus, nem? Meghalt. Jaj, ne már. Tehát, hogy a Discordon szoktunk ilyet csinálni. Minden este. Hát akkor te már alszol valószínűleg. Megölték azt a nőt. Nem tudtuk időben kimenteni a balhéból. Te nagyon tetszik nekem. Így a csapat is jól össze van állva. Öttömmel is jól összedolg. Mentés. Ja, megvolt. Megvolt. Most történt az autószép. Kezdődik. Azt hiszem, hogy le kellett ütni itt a lábánál. Páncélzatot róla. Azt a mindenit, a segre ült. Hát, hogy jól vagyok-e? Nem tudom, voltam már jobban, amikor nem volt. Mit? Elejtettem a kontaktlencsém, segítség. Jaj, Jézusom, rám lépett, mint a szar. Keljünk már fel. Szavasz, Lord Novák, hogy vagy, mi a helyzet? Ötöm, meg kell küldeni a lábát. Az igen. Kapd el, és mász fel. Ez jó lesz. Fejdegesítettük az ellenségeinket. Használjuk a dühét. Előnyünkre. Azaz, bele van döffe. És csak döfföd neki. Csak döfföd neki. Az a nyakszírtre. Erre mert most nagyon rángatózik. És nehéz rajta maradni. Na még egyet. Nem leesek. Itt az idő, hogy nyomjunk egy kis staminát magunkba. Azt hiszem, hogy az eltalált, mert beakadtam itt a fák közé. Stamregen, és mehet. Elkaptam. Nem tetszik neki, hogy verem ott azon a részen, gyenge pont van neki. Le is fog törni szerintem a... Vigyázzak, mert támadnak minket? Hát ez... Rajta vagyok, látom. Mi történt ott? Még rajta vagyok, még nyomhatom. Leesett az egyik... Magyara! Hát ez a játék top tier kategória, akárki akármit is mondja. Top tier élmény. Ez fájni fog. Az is. Oké, okay, mindjárt felkelek, semmi baj. Le kéne állnunk oda a healing gyűrűbe. Staminám az milyen? Van velünk egy fickó, aki úgy látom, hogy segít nekünk. Bár lehet, hogy most rá estek, meg ilyenek. Öttem, gyere, gyere, felrángatlak, jó az. Most kéne elkapni valahol. Na mindegy, vagdossuk, aztán lesz valami. Megy rá a tűz, megy rá minden, mindjárt vége. Vége! Hát ez rohadtul epikus, és még elvitt egy fát is. Most mondjátok már, hogy ez nem elképesztően metál. Hát komolyan mondom, tök jó, hogy leváltottuk a kasztot, és a többit is érdemes lesz akkor majd megvizsgálni. Felvásztunk ott a tokájába, mártottuk bele a kardot folyamat. Brutálisan jó. Én nem tudom, hogy miért vinyáltak az emberek. Jó, igen, az tény, hogy jó szar a mentési rendszer, nem is a fast travel rendszer. Milyen lény?
sokat kell A-ból B-be hajtatnod. Meg, hogy inkább lett egy remaster, mint egy folytatás. Ezeket elismerem, hogy problémásak, de azért... Na, pöttömmel le is pacsisztunk, hogy megvertük ezeket. Azért ez szerintem egy epikus élmény. És hogyha az alapjáték... Oda lehet, hogy be kéne menni felfedezni azt a barnangot. Hogyha az alapjátékot megvásárolod magadnak 5 euróért kb. Ő be akar csatlakozni a csapatba? Hát ne haragudj, haver, tele vagyunk éppen, de majd máskor esetleg megbeszéljük. Itt van is valami, amit meg kéne találnunk. Ez most PC, igen. Miért kérdezed? Megkérdeztem, dobhatok egyet, 1 méterre a parttól, izomból bevágtam a vízbe a csalit. Te horgászol? Szia, vattafakka, lemaradtál a Griffnek a legyőzéséről. Mi a helyzet, hogy vagy? Oda néz, hogy mászkál. Nyomod, pöttöm. A szart úgy leszúrtam. Ott is van valaki? Kirúgta a lábamat. Na. Elnézést. Tök jó, hogy Szilvia itt van és segít nekünk a healingben. Nem csinálsz rendszert a... Hogy is hívják abból? Egyszázásból? Oda néz, kitépte a beleit. Ezer effekt is, szép a grafika, kíváncsi voltam elvileg előnyen... Aha, igen, Game Pass-ben lehet, hogy benne van. Megérkeztünk a helyre, amit nem tudunk, hogy micsoda, de én most bemegyek oda. Ma is voltunk motorozni egy kollégámmal. Most már kollégát is viszel? Barlang. Látod, most növekedett a vocation rank, úgyhogy most tudnék új skilleket vásárolni, csak nem otthon vagyunk éppen, az a baj. Benézzünk, ki van itt. Ezek banditák? Valószínű, igen. Amúgy erős a csávó. Vigyázzunk, mert az a lightning, az nem tudjuk, hogy a miénk vagy sem. Jézusom. Ezek szerintem banditák, lehet, hogy csempészek meg ilyenek. Itt van fent, a rogue gyerek. Oda néz. Ez egy mágus íjász. Azt te kicsit elrontottad szerintem azt a lövést, ugye? Wow, felrobbantotta a mellettünk álló hordót. Ja, hogy saját motorral ment. És most akkor hogy megy nálatok ez a... Most még mindig egy motoros kitrációkban vagytok? Az lezuhant. Meghalt. Szia, maszka, bár mi a helyzet, hogy vagy? Szóval akkor most ő hozta a motort, te meg felszálltál hátra? Vagy neki csak motorja van, neked meg jogosítványod, és akkor így kitaláltátok együtt. Ez pedig amúgy egy tök jó felosztás. Na, mágus gyerek. Hát lezuhantunk ide az aljára a dolognak. Tegnap ezzel a kollégával voltunk Balatonkerülésen, de tegnap jött párom is velem. Áááá, na úgy már egy kicsit nehéz egy motoron három személy. Költözésben közel a kisfilm debütálása, minden rendi. Na, hogy költöztök, mesélj! Valami jobb helyet találtatok? Valami olcsóbbat? Vagy máshol lesz munkahelyed esetleg, vagy ilyesmi? Fú, ez rohadt jó volt ez a fight is ittben. Ezt elvisszük. Bármi is legyen. Használjuk azért itt... Ó! Ez valami elixír, meg egyéb dolgok. Használjuk azért itt a healingeket, meg a stamina töltést. Ugye ez kb. Olyan, mint az előző végigjátszásunknál a rogue esetében. Hogyha kifutsz a staminából, akkor utána megnézheted magad.
és azt azért illik pótolgatni mindenféle különböző forrásokból, amit magaddal viszel. Ez ennek a játéknak egy ilyen... hát sajátossága, mondjuk úgy. Nem mindenki szereti. Olyan egy kicsit, mint amikor a Skyrimben megállsz, hogy így áll egyet, vagy a Zeldában ugye. Várom vált másik céghez, így meg, így egy városban fogunk dolgozni, mind a ketten ezért adta magát. Ah. Hát hogyha egy városban dolgozik, akkor minek? Hülye ötlet volt, bocsánat. Köszi, Szilvia. Hogy nézhetnek a pónok, hogy én mit művelek? Magamra robbantom a barlangot, meg ilyenek, ők meg hordozzák a healing cuccokat utánunk. Ott van lent egy kis kincs. Benézzünk mindenhova. Ú, de kettő darab láda? Az komoly? Azt sem tudom, melyiket nyissam ki először. Iron Shield. Stilettók. Na. Én azt hallottam, hogy a lányok körében nagyot mennek ezek a stilettók. Jai-nak is ilyenje van, nem tudom láttátok-e már. Jövő héten hazatérek haza országomba, tékozló fiú két hétre. Hogyhogy? Családot látogatsz? Stilettók 1-15, 2-12, amúgy nincs rossz sebzése. Ez az Iron Shield, ez viszont kevesebbet véd, mint az én Vanworthy pajzsom. Nem néz ki rosszul, tehát ez ilyen tipik shieldnek tűnik. Nem tudom, hogy jobb-e esetleg, mint ami pöttömnél van, nem? Azért átadom neki, hogy ne az én zsebemet húzza. Meg ezeket is. Ez nagyon megérős hely volt ide bejönni. Itt lent még volnának ércek esetleg. Azokért még lemegyünk, aztán akkor húzunk el innen. Várjál! Oda nézd, még itt is van loot, menj már! Mit halmoztak fel ezek a banditák ideben? Modest camping kit? Azt mondjuk nem kellett volna. Kempelni kellene, hát akkor lehet, hogy mondjuk az enyémet használjuk el esetleg. Most heavyben vagyunk, alig tudunk ugrálni, szaladni, mindent csinálni. Innen meg ki kellene mennünk, ugye? The walls are too close for comfort here. Should we encounter trouble, we would be at a disadvantage. Kellemetlenség lenne, hogyha itt futnánk balhéba. Azt a szobát ott szembe megnéztük. Remélem, hogy igen. És itt van valami? Már minden megvan, mehetünk. Családozás, másrészt forgatás volt. Dráma tanárnőmmel életrajzi interjú sorozat lesz meló bőven a nyaralásba. Ó, de ez valamilyen munkadolog? Vagy ez most csak így be akarsz neki esetleg segíteni, mert segített neked sokat az életed során, és akkor részt szeretnél venni ebben, elmesélni, hogy milyen rendes ember. Igen, kellene találnunk egy safe lokációt. Ha minden kis szart felveszel, akkor előbb-utóbb overburdened leszel, mondja nekünk a Pöttöm nevű karakter, aki ugye a mi pónunk. Az mi? Az mi? Ja, ez token. Nincs oda meglepi, igen. Ludan, és akkor már sikerült megjárnod végül is ezt a vörös lámpás negyedet, vagy még egy kicsit tart. Ez balhés. Mi az, mit volt a... Mi ennek a neve? Ezek azok a izék, amik megszállnak, tudod? Jó szar helyre jöttem pihenni, nem mondom. El is borultam. Elkért, hogy vállalnám-e, én inkább színjátszáshoz kedvet csinál. Na, ez tök jó! Intézzük el ezeket a mocskokat, mielőtt megszállnának valakit. Mert utána már csak úgy tudod elintézni. Van egy nekromanta, nézd! Ezt a csontvázat ő keltette ide fel nekünk. Meg kell találnunk a nekromancert. Az van, hogy rohadt sötét van, ugye éjszaka van, és ilyenkor felerősödnek a lények, meg frekventáltabban jelennek meg. Hát, én keresem, meglátjuk, hát ha valahol itt van fent.
Ott van a tűz, aminél le kell ülnöm? Nem, az valami teljesen más hely. Úgy itt leneessünk, haver. Assza mindegy, de mély volt hirtelen ott minden. Autóra érdemes egy jogsit csinálni, vagy mehet egyben a motor? Hát a B-t megkapod a... izével. Én úgy tudom. Hogy mi a B-vel kapod, meg a C-t, vagy nem tudom. Hát az a lényeg, hogy ugye A négyzet, meg B négyzet, az mindig egyenlő lesz a C négyzettel. Level up-oltunk egy nagyot. Staminánk 10-zel megnő. Amúgy level up-kor nem tudom, hogy miért nem jön be a... Mik ezek? Mik ezek? Na-na. Nem akarok én balhézni. Ezek olyan figurák, akik... Rámennek a kutyákra. Itt táboroznak ők is. Én nem tudom, de én itt kempet fogok csinálni. A modesttel, abban van 4. Ez 7 kiló. Remélem, hogy a sajátomat használom. Mivel megkapod az M-et? A mopedre. Aha. És így average-ben vagyunk megint. Süssünk valami húst, csak nem tudom, hogy dried meat-et. Az jó lesz, azt megsütjük. Ha megcsinálod a B-t, akkor kedvezményes az ágy, onnan felfelé meg az összes. Több ilyen húst még nem is láttunk, de szépen néz ki. Onnan meg az összes, többi, ha X éven belül csinálod. De most ezek hogy mennek? Alszunk reggelig. Nem vágom ezeket a kategóriákat, én nem vagyok benne. A nagy motoros világban. Úgy tűnik, hogy reggelig tudtunk aludni. Hát azért rögtön más a környék. Visszaállt a HP-nk is. Majd ne felejtsünk el találkozni egy ilyen gildes arccal. Ez micsoda? Mi az, mit? Itt állítólag van valami. Egy felkiáltójel mutatja, hogy ne legyél csicska. Itt van valami. Nem tudom, hogy micsodára gondol. Itt volt a harc szerintem ezeknél a romoknál talán. És... teljesen ki vagyunk fáradva. A másik barlang, ami szemben van, az van az, ahol... Ja, köszönöm, nagyon kedves. Igen, szerintem arra felé, hogyha van barlang, akkor ott voltunk benne. Vissza kell térnünk az útra. Ez lehet fájni fog. Haver. Nyugodom. Jaj, jó, oké, ez szerencsés, pöttöm lábaimmal. Várjátok, olvasok vissza be kicsivel. Rájöttem, hogy hol vár a szerelem, nem megyek. De hát ez nem túl gyors ez, most nem azért kérdezem. Most mentél még csak ki Hollandiába, de már szerelem, meg minden. Hogy érzed? Ez így... hosszú távon kivitelezhető lesz? B mellé kapod az M-et, rendszám nélkül robogókat, 50 köbcenti, meg talán 11 lóerő, vagy ilyesmi. 11 lóerő, és az micsoda? Ágy a 125-ös kismotor, ajánlott a kezdőknek, A2-vel egész jól lehet haladni, teljesítmény ló, arányosan közép kategória, sima A a korlátlan. Ah, tehát hogyha chopperezni akarnál, tehát úgy egy normális motorbiciklit szeretnél a segged alá, akkor a nagy ára kell rámenni. És akkor amíg azt megszerzed, addig kell mondjuk menned A1-el, A2-vel valamivel? De szép ez a játék, rohadjon meg, hát ez valami perfekció, barátom. És hogyha erre mentünk volna az úton, az elkanyarodott volna balra, aha. És jó felfedezni, hogy itt is van egy nyugi pont. Nincsenek egymáshoz kötve a kategóriák. Aki nem ült autóba sem, nem múlt el 24-nek, ez egy 600-as sem, mert el fogja dobni a rövid úton. Eldobni azt jelenti, hogy leesel róla? Igazából nem dobod el a motort, mert nem vagy te izé Herkules. Annyi, hogy B-vel olcsóbb lehet az A1. Aha. Hű, hát ti nagyon benne vagytok ezekben a szuper kategóriákban. És akkor a izé, a WTF-ak akkor most, ő most A-s, B-s vagy C-s? Motor dob el téged? A motor jaha, érted, leesel róla a zsírkrétáskodsz az aszfalton. Erről eszembe jutott az, amikor kakálsz, és akkor törlöd, de sosem múlik el. És akkor utána így elképzeled, hogy akkor most mi a fene lehetsz, hogy ember vagy zsírkréta. Nézd itt ezek a kalandorok, hova mennek? Hoppá, harc van. Chopperek, itt is. Nekem van B, A korlátlan. Aha. És akkor amikor már A korlátlan vagy, akkor már viselhetsz utast is a raktérben, nem?
Ebben valami balhé van, pedig nekem nincs fegyver a kezemben. Én nem akarok balhézni velük, de megteszem, ha meg kell. Ezek a hasonlítások jó itt lenni? Hát csak... Én csak mondom, ami így a... Tudod. Most ezek nem ellenünk vannak. Mi ellen megyünk? Ott volt valami figura, azzal küzdöttünk, oké. És akkor most az úton kellene tovább mennünk, most már nem látom, hogy hol vagyok. A map szerint el kellett volna kanyarodnunk itt, át kellett volna menni a túlpartra, mert innen fentről nem fogok tudni. Jóó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 
kamera waypoint. Jaj, mert össze-vissza forog a... Jaj, de hülye vagyok, hát persze. Hát az a problémánk, hogy forog a minimap. Ezt most meg kell próbálni rögzíteni. Options. Szóljátok, hogyha ti látjátok. Az, hogy forog a minimap, az kever meg engem állandóan. Minimap rotáció, off. Istenem. Na, és akkor most már tudni fogjuk, hogy merre állunk arccal. Hát ezt az előző játékban is jó sokáig tartott, amíg megtaláltam, hogy... Amíg rájöttem, hogy ez nekem gondot okoz, bizony. Hát össze-vissza forog a térkép, érted? Hát én is forgok a tengelyem körül. Már minden hirtelen forogni kezd. Kutyák vannak? Nincs staminám. Felkaptam a kutyát! Felkaptam a kutyát, hülye! Fogd meg! Fogd meg a kutyát! Mi? Mi? Felkaptam egy kutyát! No, akkor odjál oda le! Meghalt! Ez a játék, ez sztár! És jön, nézd! Jön még egy troll. Én meglepődtem nagyon, hogy felkaptam. Hoppá! Nyugalom! Még mászunk, még meg lesz. A többiek itt vannak? Nyomjuk! Az arcát szúrja! Használunk el egy stamina adó itemet. Kombájnoljunk egy-kettőt. Ez debiliáció ellen való. Ezeket összepakolhatjuk így. Az is mehet. HP regen, az is mehet. Rengeteg regen. Jó, és akkor most nem kombájnolunk, hanem használjuk a cuccokat. HP nem kell. Meggociztatod. Mit jelent gociztatni? Fair amount of stamina. Igen, kétszer. Jó, és akkor itt ezek micsodák? Small amount of staminák. Ja, de használjuk el, hát tele vagyunk minden szarral állandóan, ugye? Személyhez kapott! Még fejidegesítettük ellenségünket, nem baj? Nem baj, nyomod? Ugye, az a híd az lehet, hogy le tud borulni vele? De most nincs robbanó, nyilvesz... Jaj! Nyugalom, semmi baj, csak leestem egy kicsit, mindjárt... Nyugalom? Engem vett fel? Nem engem vett fel. Au. Ez kicsi rosszul esett most. Kelj fel! Jézusom, bele tapos a földbe! Kelj fel! Á, Istenem! Legalább benne állunk a healingben. A Szilviát is leküldte, úgy látom. Öttöm, figyelj, kezdj el küzdeni, mert az, hogy magyarázol, az nem segít sokat. Péniszére kapaszkodtam rá. Ha belelököd a szakadékba felborítva, híd lesz belőle? Szerintem igen. Csak szúrjad ott nyakszírtnél. Ott van az utolsó HP bár, mehet. Kapja a jeget, kap minden. Nehéz most rajta maradni. Ne is esünk. Ha majd legalább nem szartjuk össze magunkat. Öttön mivel küzd jelenleg? Hú, mennyi enemi van ott? Ez mi történt? Mi a fene? Elborul? El fog borulni?
majdnem elesett, de szerintem a kavics, ami mögötte van, megakadályozta. Mi ez a másik enemy? Jaj, ne, azok a izék, azok a gyíkok. Mászunk fel rá. Megfagyott! Hallod? Meg van fagyva! Őrület, király! Meg van fagyva! Ott van! Azzal a szúrással intéztük el. Visának gondjai vannak. Keltsük fel gyorsan, ránk ne essen. Megütött? Meg. Nem hagyják. Ez nagyon nagy baj, hogy ennyi van rajtunk. Öttömöt leküldték a földre. Hú, de szép volt az a counter, láttad? Kell találnunk valamit, hogy megölhessük ezeket a szarokat. Ketten szúrtak hátba, haver. Hát ott fekszenek a társaink, nem akarnak a többiek segíteni? Jézusom, nagyon rosszul vagyunk. Benn állunk a healingben, de nem segít sokat, hát minden oldalról küldenek. Gyerünk! El kell szedni társainkat. Nem megy, nem hagyja. Kilútoltuk már ezt? Remélem igen. Szilvia, figyelj, te vagy a mágus. Most oda egy nagy spell kellene. Valami nagy durma. A többieket nem tudjuk így felkelteni. Most már Szilvia is mindjárt fekszik. Most már nekem meg nagy bajom van. Fű, nem gondoltam volna, hogy nem a troll jelenti a problémát, hanem hogy majd ezek a lények, amik itt rajtam fognak ütni. Stamina az jót fog tenni, megesszük ezeket. Lehet, hogy potizások fognak történni. Azt hiányzik, hogy még lesz úri. Ez nagyon hátszé. Hogyha el akarnánk menekülni, akkor vajon a sikerrel járhatna? Össze-vissza kapom, azért akkora warrior nem vagyok, ez egy level 1-es warrior készlet. Hát a skilleket tekintve. És ha elhúzigálnánk őket, és megpróbálnánk valahogy feltámasztani a többieket időközben. Ez necces. Staminám is milyen. Egyre szarabbul állunk. Ez nagyon hősiesnek tűnik, ahogy próbálunk oda menni a többiekhez. Mindenki fekszik. Egyre kevesebb a HP, egyre több a sebződés rajtunk. Elhasználunk egy stam visszatöltőt, hogy szaladhassunk kissé. De pont akkor küld le a földre, az a majom. Most. Szaladás. Érünk a revive, meg kell, hogy legyen, meg kell, hogy legyen. Ott van a ketten. Gyerünk srácok, Szilviát is fel kell kelteni, ő a healer. Ja Istenem, de engem szúr ez a szar. Kétszer szúrt májon. Gyerünk Trisha, nyomod. Öttem tankol meg minden. Szilvia is fekszik. Hogy meg kell próbálnom felkelteni. Többiek most mit csinálnak éppen? Engem köpködnek. Trisha, mondd el a figyelmüket, Flash. Szilvia megvan, ő a healerünk. Felkelt vajon öttöm is? Öttöm kiesett. Nem, megvan ő is. Jó, hál' Istennek, megvagyunk akkor vele. Ugye a farkára kellett volna céloznunk, hogy ez jó legyen. Hát ilyen nagy tömegben nem tudtuk ezt most rendesen megoldani.
Erre van nekem ilyen blink strike-om, nézd. Ez jó volt viszont. Hát ez nagyon, nagyon durva küzdelem volt, annyira, hogy még a vocationünk is szintet lépett. Öttöm is szintet lépett. Hát ez iszonyat kemény. Mielőtt elérnénk a quest helyszínt, már eleve rohadt sokat kell bunyózni itt mindennel is. Nagyon durvi. Lehet, hogy ezután meg is érné, hogyha leülnénk egy kicsit nyugizni. Első satúféket vizes aszfalton lehet stabilabb négykeréken ABS-sel megúszni kezdve, nem sajnálom összetörni 98-as Hornet-en. A Hornet az darázs, hogyha valaki nem tudja esetleg. Én hozzáértő személyként mondom. Próbál rúgdosni a majom. Azt hiszem a farka lejött, az jó előjel, meg is vagyunk. Le fogunk ülni. Hú, de szép volt a counter move, micsoda parry. Amúgy nagyon jól ki van találva ez a parry rendszer is. Hát, azért ez komoly volt. Öttömmel nyomunk egy ökölpacsit, és szerintem kiintelnek leszünk pihenni. Sirius igyék emberek? Nincs túl sok enemy a játékban, pontosan ugyanazok vannak benne, mint az előzőben. Ez sokan ilyen negatívunként értékelték. Egyébként persze meg is van benne az igazság teljes mértékben, mert tök jó lett volna, hogyha kibővítették volna kicsit a moboknak a körét, de hát ez egy újra gondolt játszás, és amiatt nincs is benne a címében sem, hogy kettő. Reggelig itt pihenünk. Jó nagy alvások fognak peregni. Mindenhol vannak hülyék, én is mentem már el két kamion között, amíg a forgalomban azt kell figyelni, hol van elsőbséged, mikor indulhatsz meg, hol van tábla. Az alapdolgokat addig meg lehet, addig lehet, hogy nem egy 70 plusz lovas, 200 kilós gép lesz a legkirályabb ötlet, de most átlag női méretből kiindul, leginkább lábujjat fognak leérni, mert 3 perc alatt van a 100-on. Hát én sosem értettem meg ezeket a motorozásos őrületeket. Ne haragudj, Leroy, téged most nem veszünk fel, mert mennünk kell a küldire tovább. Nem tudom, de biztos, hogy ez is egyfajta, nem tudom, ilyen adrenalin hajhászat, tehát hogy abba beleszerelmesedni, hogy rohadt mód nagy veszélybe keríts magad egy gépen, ahol abszolút nem vagy védve. Úgyhogy kapaszkodnod kell azon a szarom, mert megy, mint a barom. Sütésscreen jól néz ki, az egy videó. Hát kéne mennünk a másik oldalra, ezt szerintem fentről az útról meg is tehetnénk valahogy. Vagy lentről? Ez alul megy? Aha, ott van lent az út, jó. Ott fent pedig láttunk egy nagy ládát. Ki gondolta volna, hogy vocation-t váltunk. Amúgy meg így már level 4-en lehet, hogy meg is nézhetnénk majd otthon, hogy megadták-e esetleg a több lecsúj cipelését, mert az arra megyünk ugye rá. Ezt ki kell robbantani? Nyomod, Trisha, nyomod. Hát erre nem számítottam volna, hogy itt detour lesz, hogy nem fognak minket odaengedni. De mindegy, menjünk, aztán csináljuk. Staminánk rendben van. Lootoltunk is, de használtunk is cuccokat. Pár hete volt egy csajszi rutin oktatással 105-ös ült 600-as Hornetre 3 perc múlva borult. És jól van? Sajnálom, hogy emberek ennyire nem figyelnek magukra. 900G. Tokeneket ne hagyjuk el semmiképp, mert ugye ezeket folyton kell szedegetni a játékban. Most is kaptunk például egy tök jó gyűrűt, amivel... Úristen! Ki az belőle? Úristen. Szóval, hogy amiből több cuccot viselhetünk, és az tök jó lesz. Miért érzem úgy, hogy ezzel most nem tudunk itt dílelni? Vissza kell mennünk fölfele. Lábára dölt rá, nem vész, de azért az is rohadt nehéz lehet egy ilyen gép, biztos, hogy van vagy 200 kiló. Mennyi egy motornak a súlya? Egy ilyen 600-asnak. Aki magas, az úgy néz ki, mint egy majom a biciklin, aki kicsi, annak a lába nem ér le. Nyilván meg lehet. De miért nincsenek amúgy kisebb emberekre tervezett motorok? Ezt sosem értettem. De a bicikliben is vannak különböző méretek, ugye? A motorom miért nincs?
Széles, ritkán ér le az ember talpa rendesen 170 centi alatt. Áh. Itt kempeltünk le, és innen megyünk tovább, de itt szerintem balhé lesz. Attól félek, hogy... Mi ez a hang? Nézd a kis szart, hogy fut. Minotaurus lesz ebből? Mi ez a... Ez megint egy ógre? Mi? Ne! Ne, a kőgólemet ne, az nem nagyon jó. Vagy lehet, hogy Varióra a jobb. De rá tudok csimpaszkodni, és akkor csak szúrnom kell. Ja, amíg rajta vagyok, addig nem tud engem bántani. Hát nem gondoltam volna, hogy ezen az úton ilyen sok különböző enemy típussal kell majd megküzdenem. Ez brutál. Mint fentebb rajta. Ez fagyás volt vajon? Valakit felkapott, csak nem tudom miért. El kell használnunk valamit, ami visszaad egy kevés staminát. Hát ez nem is keveset töltött vissza. Ez egészen sokat adna vissza így. Azt mondja, hogy rengeteg stamina, HP és mindenből kigyógyulás. Strength and Magic feltápolása, itt az esély. Nézzük. Ötömet lehajtotta. A rajta lévő pecséteket kell nyomatnunk. Az ott le is ment róla. A lábánál meg kell maradni, itt kell még átszúrni. Itt egy pár szúrás belevittem már. Ez innen lejött? Utolsó szúrásunk volt? Igen. Rám fog lépni? Oh, fuck me. YZF 125-ös? Aha. Nem mondom, hogy vágom, miről beszélgettek amúgy. Holy shit. Kicsit felrepültünk a csapattal. Igen, a lightning az nem túl effektív ezen az ellenfél típus ellen. Fel kell mászni, meg kell találnunk, hogy hol van még rajta ilyen gyenge pont. Ez lehet, hogy jobban megy, mint az íjásszal most. Ott a fején, fent. Ez lesz az. Kicsit fentebb, mert nyújtózkodik. Ez lesz az. Vajon melyik lesz a jobb? Ötön meg a másikat veri ott a karján. Jó ez, haladunk. Gyerünk! Jöhet még stamina. Muszáj lesz. Hogy tetszik nektek a játék? Meséljetek már! Milyennek találjátok? Nézhető, élvezhető? Ez most lement? Azt meggyilkoltam, azt a pontot. Jó, mehetünk. Ásszunk oda. Nem a fejére. El fog fogyni a stamina. Mert de most ez is megvan. Nagyon tetsz? Szilviát kicsapta azonnal. Nagyon el vagyunk fáradva. Ötöm, hozz ide a Szilviát, kérlek. Revivalnunk kell a healerünket. Nincs sok HP-je, csak nem tudjuk, hogy hol van rajta a pont, ahol megcsinálható volna. Aha, ötöm megtalálta, ő veri ott éppen. Akkor felmászom pöttöm mellé. Amíg egy helyben volt, addig jobb esélyeink voltak. Nézd ezt a vörös pontot rajta, az kell nekünk, ez a karja. Ó, hát haver. Öttömet lecsapta. Nem, ez nem a feje, az nem a fejére akartunk rámászni. Jézusom. Hát ez rohadt nehéz, így le is estem a földre. Wow. Gyerünk, fel kell keltenünk. Szilvia is a földön van teljesen. Hazott engem, mintha eltaposott volna. Ú, de jó, hogy még vissza tudunk ebből jönni, pedig nagyon úgy tűnt, hogy nem lehet. Á, jó Isten, össze-vissza tapos. Meg robbant. Köszönöm.
Már azt javasolják, hogy vonuljunk vissza, de szerintem nem fogunk. Ezt meg kell tudni csinálni. Ötöm nagyot megy rajta, látod? Megtanulta, hogy mit kell csinálni. Azt a rohadt mindét, a fejem bevertem a sziklafalba. De jön már a healing. Benne kell maradnunk. Mivel tudnánk eltalálni a karján lévő részt? Mivel, ha nem találjuk el, akkor vége van. Akkor úgy kéne felmásznom, hogy a másik, a mágusokkal. Jézusom. Ez levágott magáról. Eldobott a gólem. Így szokták mondani a motorosok. Erre azért jogosítványt szerezni nem egyszerű. De mindjárt már ott vannak a lövések rajta. Balkarra átmászni lefele. És most, és ott vagyunk rajta, és mehet. Hála jó Istennek, megtaláltuk ezt a pontot végre. Wow. Ne, lefelé. Csak egy szúrással. Hál' Istennek. Wow. Többet kivett ez a csata belőlünk, mint szerettük volna, az igaz? Le fog borulni, csak ilyen lassan. Jézusom. Király volt a fight, mi? Mindig beszólnak a csajok, hogy ne vegyek már fel minden lootot. Én nem tudom, hogy mi bajuk van. Na most akkor elvertünk kettő ogrét, egy griffet. Már egy kőgólemet is. Pedig level 1-es warrior váltunk át. Ez mondjuk talán annak is köszönhető, hogy bár skilljeink nem nagyon vannak, de a gear, amit vásároltunk ez a karakterhez, az szerintem erőteljesen működőképessé teszi. Azért sok mindent el kellett használni. Gyűjtögetnünk kellene egy csomó mindent itt az erdőben, hogy tudjunk ilyen crafting cuccokat majd később is készíteni. Mindenféle zöld növény, gyümölcsök, minden kell. Szerintem erről lehet megközelíteni talán valahonnan azt a helyet, amit keresünk. Aztán hát közben... Vagyis hogy közben könnyen lehet, hogy nem... Ez a Sák utca? Egy ide csak bejöttünk, mert itt volt, itt lakott a kőgólem, ami hamarabb észrevett minket, mint mi őt. Hű, haver. Nehéz itt tájékozódni. Az egész hely tele van ilyen tetemekkel. Valamikor valószínűleg elejtette ez a gólem ezeket a lényeket, csak nem tudni, hogy miért. Lehet, hogy agresszor, lehet, hogy felizgatták. Szia, rozsdás patula, jó pihenést! Meg kéne találni azt a helyet, ahol átmehetnénk oda arra a részre, amit keresünk, de ez eddig lehetetlennek bizonyult. Nem lehet, hogy itt el van állva az út. Ki kell találnunk valamit, hogy hogyan lehetne az utat megtisztítani. Mert robbantani kellene. Mert itt meg úgy látom, hogy az Eastern Forestben itt is jártunk már. Fú, hallod, nagyon közel vagyunk a fővároshoz, mégis milyen kalandos és hosszadalmas volt az út idáig. Hát megpróbálunk itt rákanyarodni, hát ha felmehetünk a hegyekbe vagy valahová. Én örülnék neki, hogyha azt ott még meg tudnánk oldani, vagy azt a küldetést, ami amúgy egy fő küldetés itt a játékban. Micsoda? Egy trejó chest? Hol látod? Pöttöm, hogy mászik a falon? De mit nyomsz? Ilyet lehet. Fel akar menni a ládáért, csak... Hát ez a csaj, ez... Ez elképesztő. Ha jó. Ours is a party of women, by and large. And yet no two of us are the same. Azt mondja, hogy mi egy nőkből álló csapat vagyunk. Mégsem vagyunk mi ugyanolyanok? Hát ez egy nagy elmés megállapítás. Szia, nincs akár jó pihenés neked. Nagyon éhes vagyok közben. Majd lesz egy szünetünk szerintem éjfélkor. Amúgy is váltani kell majd játszást. Meg jó, nehéz a játékváltás mondjuk, mert rohadt mód szeretnék ezzel még játszani.
lehet, hogy meg is maradunk ennél. Errefelé, hogyha egy nagyobbat próbálnánk kerülni esetleg. Jó, nyugodtan, nem kell kiabálni, csak egy kicsit kifulladtam. Ott lent a parton is jártunk már, ugye? Lehet, hogy ott kellett volna átmenni. Hát ez baromság. A ládához is fel lehet valahogy jutni, csak úgy csinálták meg a területet, hogy kellőképpen sokáig tartson neked felfedezni ezeket a részeket. Ez az út vezetne át. Ott valahol látsz egy szobrot, azt mondod? Hol? Ezeket hol látják? Érted? Ládát kiszúrta, szobrot kiszúrta, ott is van egy láda szemben, oda senki nem tud átmenni. Mindent kiszúrnak ezek. Szavasz, Axi, jó pihenést, köszi, itt voltál. Őrületes küzdelmek öröktek, és aztán itt megálltunk, mert nem tudunk átmenni. Lehet, tényleg robbantani kell. Ti mit tudtok erről? Ha itt lemész, akkor itt nem fogsz találni semmit. Lehet olyat, hogy így együttes erővel valahogy ilyen robbanó bírát leteszünk? Tis of dire import we unmask the false sovereign. To that end, we must travel to Vermin's eastern edge. I can guide you to the place arisen, or thereabouts. A guide is most welcome. Hát lecsúszok. Én nem tudom, itt most mit lehetne tenni. Á, nem jó. Nem vagyunk olyan nehezek sem, de annyira könnyűek sem, hogy itt felmászhassunk. Ötömék már meg se próbálkoznak. Na mondja Trisha, mi van? Most el akar minket vezetni valahová, lehet, hogy látott valamit. Ránk fog estelni, amíg itt szívunk ezzel. Nem lehet, hogy a ládához akar elvezetni? De szerintem... Semmi baj. Még bírjuk szuflával. Szerintem a ládához akar elmenni, csak nem tudunk majd elmenni oda sem. Hát ez kemény. Ha más nem, akkor lehet, hogy a szünetben megnézem egy walkthrough-n, hogy mit akarnak itt most tőlünk. Hogyan érhetnénk el mégis ezt a zónát, mert... Ez így most gázos, hogy most visszajöttünk ide a... Főgólem helyére, de innen akkora hatalmas hegyek vesznek minket körbe. Vagy lehet, hogy itt át lehet menni? Ah, itt nem voltunk fent, mert itt van egy növény. Nyugalom, csak kicsit elfáradtam. Rendesek amúgy a csajok, hogy így jönnek és így hozzánk érnek, és akkor visszanyerjük a staminánkat azonnal. Itt így felélet bennünk ez a... állóképesség téma azonnal. Azt mondja, hogy nem ez az út a célhoz, de gondolom, hogy az eszedben most egy másik út van. Hát köszönöm szépen. Egyébként, hogyha ti tudjátok, hogy merre kell menni, akkor nyugodtan mondjátok meg. Mondom a pónoknak, de egyébként a kedves egybegyűlteknek is nyugodtan. Mert itt most szívunk ezzel, hogy most mi van. Eddig ilyen még nem volt. Ilyen szép ez a rész, hogy beszarsz. Hát hogy lehet ilyen szép mohás? Minden. Ez biztos Japánban van, nem? Ott vannak ilyen mohák. Ti jártatok már Japánban? Lehet, hogy ez az. És innen valahogy át. Szerintem megvan az út. Ó, hála a jó Istennek. Kifáradt a karakter, mint egy állat. De cserébe felért oda, ahova szeretett volna. Ezt nagyon elrejtették, ezt az elágazást. És akkor innen meg, hogyha... Dehogy megyek oda, nem vagyok én csicska. Viszlát. De át lehetne ugrani, hogyha ilyen ranger lennék. Meg mondjuk kisebb lenne a testsúlyom. Meg magasabb lennék és hosszabb lábaim lennének. Szépnek tűnik ez a kis tó amúgy. Lehet, hogy itt a másik oldalon ezt a halat ezt felveszem, mert az ingyen HP. Semmi gond, én kézzel szedem a halat. Van még? Nem, nincs több. Hát itt a másik oldalán annak, ami elzárta az utat, lehet, hogy robbanthatnánk? Vagy most kiderül mindjárt az igazság, hogy mi a fele van. Hát ez egy akkora csúszamlás, ez szerintem nem robbantja ki innen a jó Isten se. Ide meg egy tokent le kellett volna talán tenniük. Itt cáztál? Ha már megint egy zél szerelmeddel vagy? Szevasz Dimitri, cicipő? Hogy vagy, mi a helyzet? Vannak-e itt cicalógusok? Itt mindenki az. Én egyenesen macska vagyok. Miért kérdezed?
ez lesz az a zóna, amit fel kell fedeznünk. Érdekes módon, aha, ott a házaknál. Érdekes módon, itt van valami settlement, valami baj történt a Nameless Village-ben. A lézerjátékok tényleg rosszak? Hát, hogyha a szemébe világít, az mindenképpen. Egy titokzatos falu. Frusztrálja a macskát, mert nem tudja elkapni? Hát ebben is van igazság. De még jobban frusztrálja, hogy senki nem játszik vele soha. You there. De ott. You looking to enter the village? Be akarsz menni a faluba? You best go elsewhere, friend. Jobb az, hogyha máshol mész, kisbarátom. Aha, évedsz ezzel a helyen kapcsolatban. Neked az biztos, hogy nincs itt dolgod, semmi sem. Igen? Csáva, egy kicsit idegesnek tűnik. Mi lehet a problémája vajon? Lopakodnom kellene? Nem szeretnék, hogy bejöjjek ide. Mildred's Week of Vend... Micsoda? Ez mi volt? Most egy visszatért az utazásáról Mildred. Ja, hogy eltelt annyi nap, hogy a csaj, aki ránk bízta az otthonát, értem. Jó, majd hallani akar arról, hogy hogyan voltunk el az otthonában közben. What is their intent, I wonder? Igen, kíváncsiak, mi az itteniek szándék, mert nagyon bámulnak minket éles szemekkel. Elég kísérteties egy hely ez, mondják a többiek, és egyetértünk. De bent van egy láda. Csávó háttal áll, úgyhogy most megkerüljük. Elderingeztem is a Gatskin apostollal szívok? Na miért? Nehéz? Hát azt még könnyen megtanulod, vagy tér vissza hozzá 5 szint múlva. Cica, peca, top tier. Hú, az jó király lehet. Igen, igen, mert akkor így lógatják, és akkor neked meg el kell kapnod. Én az gyerekkoromban nagyon szerettem. Vegyél neki Dragon's Dogmát, nézd meg, Mókis mivel lejátszik vele. Hát, ne tudd meg, engem ide lerakott a jó isten, én felsállok itt hajnal 3-ig. Mondjuk pisilnem azért kell. Ez az, akire gondolok? Igen. Kicsit ilyen látogosabb kinézetű, mint ahogy gondoltam, volna rólam beszélnek. So you say, but you wagered against our visitor, did you not? Can I do it again? Nézd meg az arcát. Mondom én, hogy nem ő a főnyeremény. Aha, érted őt, tehát itt ők már tudják, hogy én ki vagyok. Én viszont még nem tudom, hogy mi zajlik ezen a helyen. Ez az a falu, ahol ki kéne derítenünk, hogy miért ömlik ide ennyi pénz, virágokat vásárol a... Mi volt a neve? Arturo? A Farturo talán? Tudod, a Kamu Arisen, aki a trónon ül. Disza királynővel rengeteg zsetont öntenek ebbe a helybe, és nem tudjuk, hogy mi zajlik. Mindjárt kitaláljuk mi. A Nameless Inn-be bejövünk. Biztos, hogy te vagy a látogató, akiről olyan sokat hallottam. Valami dolgod van itt a faluban? Szeretnél tudni a falunkról valamit? Ahogy látod, ez egy egyszerű hely. Vermundnak a keleti sarkában. Segítetek mással kapcsolatban? Arturról megkérdezzük még. Nem hallottam még én a nevét. Nem, attól tartok. Legalábbis ilyen néven senki nem lakik itt. Akkor ennyi, köszönöm, szia. Itt valami nagy kamuzás zajlik majd, elhiszed? Lapokat? 1500 G-ért lehet megszállni itt, a Storage Vocation Guild van nála. Azonnal mehet. Lehet nyomatni az augmentációkat. És akkor ez a core skill-eket? Nézzük csak meg. Ez fellöki a izét, ez elemit az égbe? A lightweight-eket. Ez mit csinál? Hogyha magasra esel le, akkor megnyomod az RB-t és a shieldet magad alá kapod, ez nagyon tetszik, ez jó cucc. Ez micsoda? Enchanted counter? Amíg úgy defendelsz, hogy fel van bűbájolva a pajzsod, automatikusan counterelod az elementál attackokat, ami persze fire-rel érkezik rád. Hát, erre most nem költök pontokat. A metal, az a physical defense-nek a feltápolása.
Azt én nem veszem ki ezt a provokációt, hogy engem támadjanak, a szívesség, inkább a defense az jó. A endurancia, ez meg a másik, ez rajtunk van. Szerintem még egy-kettő szint kell ahhoz, hogy a több súlynak a cipelése is meglegyen. És akkor a weapon skilleket meg itt meg lehet vásárolni. A burst strike, az rászaladsz és arcon szúrod. Szia Antal Bogi, jó pihenést. Ez körbever mindenkit. Amúgy ez viccesnek néz ki. És ez mit csinál? Ez ráugrik és a földön szurkál. Jézusom, ez nagy király. Jó, ezt kérem. Ez jó lesz oda arra a mizére. Shield summons, ez mit csinál? Nagyon sok skillt lehet most vásárolni. Ja, ezzel magadra mondod az enemy figyelmét. A haverodat fellökheted a shield segítségével a magasba. Ezt inkább pöttömnek kellene most csinálnia, nem? Ez a guarding is vicces, hogy így körbe pördülsz a shieldeddel és minden irányból hárítasz. Ez is metal. Burst strike, azt tetszeni fog. Jó, azt kihúzzuk. A levegőbeütés az meg olyan, hogy hát most vagy kell, vagy nem. A shield pummel az mi lenne? Hogy arcon versz valakit és elszáll. A shield bashnek a továbbított verziója. Jó, legyen na. Springboard, ez megvan, ez megvan. Core skillek közül még esetleg, ez micsoda? Jó, hogyha hosszan nyomod az X-et, van még úgyis 6000 pontunk. Oké, nem állunk át. Vocation nem kell váltani, skills nem kell, amúgy pöttömnek majd nem ártana. Organizáljuk a cuccokat, depozitoljunk, hát ha van valami, ami nem kell. Biztosra mész? Mármint mire gondolsz? Lantern oilból egyet beteszünk. A modest camping kitből szerintem, na, most már betettem, mindegy. Az lenne a cél, hogy ne legyünk ugye heavyben. Sok mindent tudunk majd otthon eladogatni, az is látszik. Egy végstont lehet, hogy ki kellene vennem. Silver órokat berakjuk. Ezek nem fognak kelni nekünk. Itt van egy csomó ilyen monster part, meg beast skin, meg ilyenek, amit ugye arra használunk, hogy a cuccainkat feltápoljuk vele. 2 óra 44 perc. Fogunk egy szünetet tartani, rendítsek? Greenish slime, mishappen eye. Szerintem ez a Kyklopsnak a szeme, ugye? Aha. Ez tök érdekes, hogy ilyen sok van bele nálunk. Na és már is ott vagyunk Average-ben. Ezeket a cuccokat is be fogjuk rakni, ezeket a jásp is meg ilyenek. Bár lehet, hogy el kellene adni Onyx, meg Tiger's Eye. Lehet, hogy a pénzzel jobban járunk. Van egy felszerelés esetleg? Az nincs. Max HP increase, az nem kell. Jó, nagyjából ideig tudtuk leszorítani a cuccainkat. Azt nem tudom, hogy pöttömnél van-e még valami esetleg. Gyorsan arra is ránézünk. Tele van cuccokkal. Az Iron Shield az bemehet, a stilettók bemehetnek, és akkor ő is egy kicsit kevesebbet fog magán viselni. Ez a Serpentine Circlet, ez is bemehet, mert szerintem nem használja, nem tudja azt használni. Szevasz Dexter mester, jó pihenést! Jó, és ha itt most megszállnánk, lehet, hogy történne valami. Várjunk reggelig. Lehet, hogy éjszaka ránk támadnak, nem? I trust we've all inspected our equipment. Come. We've much to be getting on with. Okay, ide nyomnunk kell egy mentést, az biztos, hogy most ez jó lesz. És akkor nem támadtak ránk, tehát nem az volt, hogy átvágták a torkunkat, miközben ugye szagláztunk itt a helyi kamuarc után. Eddig minden jó. Hogy mi lesz ez után, az majd még mindjárt kiderül. Erre ránézünk. De várj, be is megyünk a riftbe, ugye? Nem akarunk bemenni. Jó, akkor pill, akkor hamarosan jövünk, és megszavazzuk, hogy ezzel a játékkal menjünk tovább, vagy ez a játék lenyűgöz, nem tudom, mi lesz a végáramba belekezdesz. Meglátjuk majd, én szeretem azokat a típusú játékokat is. Neked ez nem jön be annyira? Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok eddig, nem menjetek messzire, szavazunk, hogy ezzel menjünk-e tovább, vagy váltsunk át a Paper Mario-ra. Mindjárt jövök vissza, egy 10-15 perc szünetet követően pedig belekezdünk az este hátralévő részébe is. Még egy jó 3 óra játék előttünk áll. Egy pillés jövök.